pedig sokkal részletesebben, tehát 4 előadás lesz keddenként 6 órakor, február első hetébe kezdik, azt hiszem 6-án, jól számoltam, akkor kezdődik, és 4 egymást követő héten át részletesen beszélnek az élet lehetőségei az univerzumban, különös tekintettel a legújabb fejleményekre. Nem arról van szó, hogy megtalálták a kis zöld emberkéket, viszont új ötletek, tudományos eredmények és új gondolatok merültek fel ezzel kapcsolatban, hogy hol lehet és hogy lehet megtalálni az életet az univerzumban. Itt korábban pár előadásra ezelőtt a csillagokról volt szó. Olyan értelemben az embernek viszonylag egyszerű dolga van, mert jó sok csillagot lehet látni, távcsővel meg még többet, és az ember statisztikát csinál, aztán beszél arról, hogy vannak kisebbek, meg nagyobbak, meg mindenfélek. Néhány évvel ezelőtt, amikor a bolygórendszerekhez értünk egy ilyen előadásorozatban, akkor azt kellett mondani, hogy szemben a csillagokkal, hát bolygórendszerből egyet ismerünk, és akkor ebből próbálunk általánosítani a végtelen sok többire, reméljük eltaláljuk a többieknek az általános tulajdonságait. Hál' Istennek most már nem ez a helyzet, ugye múltkor már részletesen beszéltem arról, hogy bolygórendszerben most már legalább 200-at ismerünk, és hát nem találtuk el az általános tulajdonságaikat. Most elérkeztünk ahhoz a, hogy mondjam, leírandó objektumfajtához, az élethez, amiből megint csak egyet ismerünk az univerzumban. Remélhetőleg, hogyha 5-6 év múlva megint tartok ilyen előadásokat, akkor majd azt mondhatjuk, hogy és a többi 200 felismert élőlény vagy fajta, vagy élet bioszférait az univerzumban, az megerősítette, vagy megcáfolta a földi életből levont következtetéseket. Jövő héten az értelemről lesz szó. Na hát, akkor majd megint lehet általánosítani. Először is azt a kérdést kell feltenni, hogy mi az, hogy élet. Ezt a kérdést már nagyon sokan feltették, és mindenféleket mondtak rá. Akit ez részletesebben érdekel, részben a dolog története, részben pedig a modern tudomány válasza, annak Gánti Tibornak a könyveit ajánlom. Gánti Tibor az a magyar vegyész és biokémikus és biológus, elméleti biológus, aki kidolgozta ennek a jelenleg legelfogadottabb általános modelljét, mert chemoton modellt, ami a minimális élő rendszer, és sokan foglalkoznak azzal, hogy ezt ténylegesen megvalósítsák. Az ő könyvei, például az élet principiuma, meg sok hasonló, az részletesen foglalkozik az olyan gondolatok, hogy egyáltalán mi a csoda az az élet, és mit mondtak ezzel kapcsolatban, és mit nem. Addig hadd kérdezzem meg, tőle veszem az ötletet, ki evett már élőlényt? Életben levő élőlényt? Csigát, vagy micsodát? Baktérium. Na, oké, jó, ez már olyat lett. Ilyenkor szokták feltenni ezt a kérdést, ki evett almát, és akkor lehet azon vitatkozni, hogy vajon egy alma él, vagy nem él, vagy meddig tart az élőlény. Amikor az ember barkóbázik, és akkor az almára gondol, akkor is össze szoktunk veszni azon, hogy az most élőlény, vagy élőlény része, vagy mi az a legkisebb objektum, hogy alma csutka, az vajon él még, vagy nem. Szóval nem túlságosan egyszerű definiálni, mi az pontosan, hogy élet. Hát én mondok itt egy olyan definíciót, ami... Nem azt mondom, hogy ez az élet definíció, de én most erre fogok hivatkozni, és ezzel kapcsolatban mondom el a hozzávaló gondolatokat. Tehát bonyolult önszaporító evolutív struktúrák nyílt termodinamikai rendszerekben. Ebbe, hál' Istennek, nincs belefogalmazva az, hogy hány lába van, meg szeme van, vagy milyen spektrumban lát. Ez a viszonylag általános definíció. Pillanatnyi tudásunk szerint ebbe beleillik mindaz, amit úgy élőnek szoktunk nevezni. A fizikai szempontból a legfontosabb ez, hogy nyílt termodinamikai rendszerekben, erről majd mindjárt lesz szó, hogy mit is jelent. Az önszaporítás és az evolúció az nyilván a alapvető tulajdonságai közé tartozik, hogyha tudományosan akarjuk leírni, ha csak azt nem képzeljük, hogy valami kaporszakálló vagy más, azonnal ebben az állapotban így, ahogy van, itt üldögérve, stb. Teremtette az élőlényeket. Természetesen akkor nem kell evolúcióval megmagyarázni a jelenlétüket, de minden más esetben érdemes azon gondolkodni, hogy vajon miért és hogyan alakultak ki egyszerűbb struktúrákból ezek a bonyolult valamik, amiket látunk magunk körül, és remélhetőleg látunk majd máshol is az univerzumban. Ha az ember kozmológiával foglalkozik, akkor nem merül fel az a kérdés, hogy az ilyen komplex struktúrák már eleve jelen voltak, hiszen a kozmológia általános elméletében konkrét válaszok vannak arra, hogy korábban milyen állapotban volt az univerzum. Az előző hetekben pont erről beszéltem, korábban nem hogy ilyen bonyolult molekulák, mint a fehérék meg egyebek nem voltak, hanem még atomok se voltak, azelőtt az anyag másfajta állapotban volt, elemi részecskék, forró plazmája és így tovább, tehát akkor nem lehetett szó ilyen jellegű struktúrákról. Tehát ezeknek az univerzum története során valamikor létre kellett jönni, ki kellett alakulni, és nyilván
ennél egyszerűbb, primitívebb típusú struktúrákból. Mik az előfeltételei annak, hogy ilyen jellegű objektumok legyenek a világban? Először is inhomogén univerzumra van szükség, tehát olyan univerzumra, amiben különbségek vannak a különböző helyek között. Ilyen univerzum nem volt mindig. Ugye sokáig beszéltünk arról részletesen, sokáig az univerzum egy-egy paraméterrel leírható volt, csak az időben változtak a dolgok, de a tér különböző pontjaiban egyformán volt. A kozmológiai elv, amit az univerzum leírására most is használunk, ez nagy mértékben még most is erre a gondolat alapszik, hogy az univerzum különböző pontjai egyformák. Természetesen ma csak olyan értelemben, hogyha átlagolunk. Naprendszerben vannak hidegebb, meg melegebb, meg sűrűbb, meg ritkább helyek, viszonylag nagy tartományon, több ezer fényéves, vagy több százezer fényéves tartományra átlagolunk, akkor az anyagot majd kisimítjuk, és az ilyen tartományok összehasonlítására mondhatjuk azt, hogy az univerzum különböző részei egyformák. Korábban viszont az első percekben, az első években, első évmillióban a különböző részek ténylegesen egyformák voltak, és csak nagyon pici különbségek voltak. Az anyagi összetétel is olyan volt, a hőmérséklet is, nyomás, stb. Nem voltak ilyen különbségek, hogy egy-egy sűrűbb, másik helyen ritkább, hidegebb, melegebb. Amikor ezek a különbségek kialakultak, erről is beszéltünk, ez lényegében egybeesett az atomok létrejöttével, kb. Fél millió évvel a nagy boom után. Azelőtt minden egyforma volt, csak azok az icili-picili kis különbségek voltak valahol a 9.-10. tizedes egybe, amik aztán később részben anyag-antianyag különbségé nőttek ki, részben pedig a sűrűség fluktuációk, amiknek kvantumos eredete van, és amivel éppen mostanában foglalkoznak a fizikusok, és ugye amire az idei Nobel-díjat is, vagy a tavalyi Nobel-díjat kiadták, hogy ezeknek a kezdeti kvantum fluktuációknak a megnövekedése hogy vezetett el később olyan nagy különbségek ki, hogy egyik helyen galaxis van, másik helyen meg nincs semmi. Mindenesetre az univerzum kezdeti korszakában nem voltak különbségek homogénnek tekinthető nagy pontossággal a világ. Ilyenben nyilván nincs élet. A minden egyforma, azon belül nem lehetnek komplex struktúrák. Ahhoz, hogy egyáltalán létrejöjjenek ilyen bonyodalmak, mint az élet, ahhoz inhomogén univerzumra van szükség. A termodinamika nyílt rendszer, erről mindjárt részletesen fogunk beszélni. Az alapgondolata az, amit mindenki tanult fizikából, hogy egy zárt rendszer az egyensúlyhoz tart. A termodinamika második főtétele, különbségek kiegyenlítődnek. Ha a hideg testet meg a meleg testet leteszem egymás mellé, akkor kiegyenlítődik és két langyos test lesz belőle. Fordítva nem szokott megtörténni, két langyos tégla egymás mellett, nem osztja el úgy az energiát, bár az energiamegoldás lehetővé tenni, az egyik lehűl, a másik pedig annyira felízik, hogy jaj, ilyenek nem történnek. Tehát egy irányba mennek a folyamatok, a kiegyenlítődés irányába. A bonyolult struktúrák lebomlanak, a különböző valamik összekeverednek, a különbségek kiegyenlítődnek. Ugye erről már volt szó többször, hogy ennek a vége lenne a hőhalál, amikor minden egyforma és teljesen unalmas. A világ nem ilyen. Egy termodinamikai zárt rendszerben ez lenne a helyzet. Ilyenkor szokták feltenni a kérdést, hogy na vajon az univerzum termodinamikai zárt rendszere? Amikor én iskolába jártam, akkor ezt azzal szokták elhessegetni, hogy ugyan már ne beszéljünk az egész világegyetemről, hiszen az egyrészt végtelen, azt már megmondták a nagy filozófusok is, másrészt meg, hogy arra úgyse alkalmazható a fizika. És nem érdemes feltenni a kérdést, hogy az most termodinamikai nyílt vagy zárt rendszernek tekinthető-e. Így kerülték meg azt a kérdést, hogy hát vajon hogy keletkeztek ilyen bonyolult dolgok, mint a Föld, meg a fizikusok, meg a filozófusok, hogy keletkeztek ilyenek a kezdetben egyszerűbb anyagból. Tehát, hogyha értelmetlenül nyilvánítjuk a kérdést, akkor nyilván nem kell rá válaszolni, ez a politikusok és filozófusok régi jó szokása. Na most, ma már azt mondjuk, hogy ez nem jó válasz, azért, mert a fizika igenis alkalmazható az univerzumra, hát mostanáig is arról beszéltem, hogy a földi laboratóriumokban megismert fizikai törvények alapján elég jól sikerült rekonstruálnunk az univerzum korai történetét, majd látni fogjuk később, hogy a jövőjét is majd megpróbáljuk ennek alapján rekonstruálni. Tehát igenis fel kell tennünk azt a kérdést, hogy az univerzum nyílt vagy zárt rendszer. Illetve ezzel valami ekvivalenst kell mondanunk. Mit is jelenten az, hogy zárt rendszer? Van egy nagy doboz, abban benne van a vizsgált rendszerünk, és kifelé nem lép kölcsönhatásba a környezetével. Tehát akkor tök mindegy, hogy azon kívül mi van, mert se energia, se információ, se hőáramlás, se részecskék nem lépnek ki se be, ott belül magában jól el van, aztán erre vonatkozik a termodinamika, akkor beáll az egyensúly. Az ember azt mondja, hogy az univerzum végtelen. Mondhat, ez sem biztos, ugye ez azon múlik, hogy melyik kozmológiai modellben dolgozunk. Ha nem is végtelen, nagyon nagy. Kiderült, hogy a válasz ebben az irányba felesleges keresni, mert nem azon múlik, hogy végtelen vagy nem végtelen.
kozmológiai elv, ami azt mondja, hogy mindenhol egyforma, az pont azt jelenti, hogy ha itt meg ott ugyanolyan jellegű anyag van, akkor betehetünk közé falat, tök mindegy, mert úgysem cserélődik, úgysem változnak a körülmények, mert itt meg ott ugyanaz van. Közte fal lenne, az egy részét így elszigetelnénk, akkor az tekinthető lenne zárt rendszernek, és azon belül a fejlődés iránya az olyan, mint amúgy is, stimmel, hogy a különböző részek egyformák, akkor nem érdekes, hogy véges vagy végtelen. Azt kéne külön megmagyaráznunk, hogy miért egyformák a különböző részek. De azt már elfogadtuk, részben kísérleti tapasztalat alapján, részben pedig elfként kimondtuk, akkor mindegy, hogy véges vagy végtelen, úgy viselkedik, mint egy zárt rendszer. Pontosan nem mint egy, hanem mint sok zárt rendszer egymás mellett. Na tehát akkor az a kérdés, hogy miért nem a hőhalál felé tart, hogy jöhettek létre benne ilyen komplex struktúrák. Hogy lehet egy zárt rendszer mégis termodinamikailag nyílt? Ugye látni fogjuk a mostani választ. Mi kell ehhez, hogy ilyen bonyolult struktúrák legyenek, hogy ez a rendszer távol legyen az egyensúlytól. Ne érje el, ne közelítse meg ezt a bizonyos termodinamikai egyensúlyt. Mert az is rossz, hogyha közel van hozzá. Tehát, hogyha nem teljesen egyforma mondjuk a nyomás meg a hőmérséklet egy rendszerben, nem csak kis különbségek vannak, hát arra nem lehet élőlényeket bazírozni, hogy itt egy százalékkal vagy egy milliómoddal nagyobb a nyomás, mint odébb. Gépet esetleg lehet építeni, és akkor Hongkongban már ilyen picibe gyártják, de bonyolultabb módon az univerzum inhomogenitását megcsapoló szervezetet, az élőlényt nem lehet erre bazírozni. Tehát jó messze kell lenni az egyensúlytól, majd mindjárt jönnek a részletek. A pillanatnyi univerzum eléggé messze van az egyensúlytól. Vannak benne ilyen forró helyek, mint a nap, aminek a belsejében több millió fok van, meg jó hideg helyek. Ugye a háttérsugárzás az 2,7, de hogyha csak a nap és a föld egyensúlyát nézzük, akkor itt a föld környéken, mínusz 10 fok környéken lenne az egyensúlyi hőmérséket, itt keringen egy szikladarab, ahol a föld. Szóval vannak itt különbségek, vannak anyagbeli különbségek, nyomás, hőmérséket, stb. Tehát világegyetem eléggé távol van jelenleg az egyensúlytól. Mi kell még? Elegendő energiaáramlás. Tehát az univerzum különböző részei, amik ugyan láthatóan nincsenek egyensúlyban, ezek között elegendően nagy energiaáramnak kell folyni, mert az élőlények azzal foglalkoznak, hogy ezt az energiaáramlást megcsapolják. Az energia megmarad, tehát nem úgy csapolják meg, hogy bespájzolják maguknak, hanem mint a patak mellé épített vízimalom. Ugye a patak folyik tovább, nem maradott a víz, ugyanannyi folyik be a vízimalomban, mint ami kimegy, de mégis az energiájából a vízimalom megcsapol, aztán azt mindenféle hasznos célra fordítja. Például lehet vele dinamót hajtani és nézni a dallaszt. Szóval ilyen módon elegendő energiaáramlás kell az univerzumba, hogy erre lehessen élőlényeket építeni. Mi kell még? Tehát az inhomogén univerzum ennyi mindenfélét jelent. Kellenek bele bonyolult és reakcióképes elemi rendszerek. Ezek pillanati tudásunk szerint atomokból vannak. Nem feltétlenül, de az univerzum története során az eddigi története során az atomokból épült komplex molekulák, mégpedig az úgynevezett szerves molekulák, a szó természetesen rossz, mert hát nem csak szerves lényekben vannak, de szerves lényekben fedezték fel ezeket a molekulákat, lényegében szénvedőületekről van szó. Ezek az első olyan objektumok, amik elegendően bonyolultak ahhoz, hogy ilyen típusú folyamatokra képesek legyenek. Elképzelhetünk másfélét, tehát tessék szifiket olvasni, ahol plazma lények, meg mindenféle frincfrancen, Higgs mezőből álló, meg neutrinókra csomót kötő lények, meg ilyenek vannak, el lehet képzelni, pillanatnyi fizikai tudásunk szerint más objektumok, mint a molekuláris szervezésű anyag, egyelőre nincs ilyen az univerzumban. Az még elképzelhető, hogy ez a molekuláris szervezésű anyag, azaz mi, létrehozunk másféle, például robotikus, azaz szervetlen anyagokból, csipekből, stb. Felépülő, hasonlóképpen önszervező és önfejlesztő lényeket. Ezek spontán nem jöttek létre, lehet, hogy a közreműködésünkkel ilyenek létrejöttek. De hát ezek is atomokból vannak. Ez azt is jelenti, hogy az univerzumnak abban a korszakában, amikor még nem voltak atomok, akkor nem is lehettek ilyen rendszerek. Ez nem olyan gond, mivel az előző kritérium, hogy az univerzum inhomogén legyen, ez már kizárta, és akkor lett inhomogénni, amikor már atomok voltak. Tehát először is az atomos rendszerekkel kell foglalkoznunk. Tehát például a szerves vegyületek, de hát lehet, hogy még másfél ezen még gondolkodnunk. Mi kell még ehhez? Olyan környezet kell ezeknek a rendszereknek, ami hosszú ideig stabil. Mi az a hosszú ideig? Hát minden fizikai rendszernek van egy karakterisztikus ideje. Például a molekuláris rendszereknek az a karakterisztikus ideje, ami alatt például felépül egy fehérje molekula. Ezek a milliómod másodperctől a másodpercig terjedő skálák,
vagy hát tessék nézni egy amőbát, ami alatt odébb mászik, meg egyebek. Szóval az ilyen élőnyek kijelölnek maguknak egy karakterisztikus időt. Ehhez képest kell hosszú ideig fennállni az állandó környezetnek. Aki olvasta a Fekete Felhő című szifit, ugye, itt az, mivel hogy nincs több példánk az életre, ezért állandóan a szifikre fogunk hivatkozni, és akkor hirtelen hatalmas példatár lesz. Ott ugye maga az objektum az akkora, mint a fél naprendszer, és ezen belül mindenféle naprendszer méretű belső áramlások vannak, mágneses szíve van, és az hajtja a gázokat, porokat, stb. Nyilván egy ilyen objektumnak a reagálási ideje, a mozgása, stb. Az lassú. Tehát ő hónapok alatt érkezik meg a naprendszerbe, és helyezkedik el meg egy ilyen objektum. Itt megint külön kell választani ennek egy ilyen rendszernek az életfenntartási, a mozgási, illetőleg a reagálási idejét. Az ember ugye viszonylag lassan megy, a kémiai folyamatok ehhez képest sokkal gyorsabban mennek, és az idegrendszer az még egy harmadik skálát. Tehát az, hogy milyen gyorsan gondolkodunk, annak nincs köze ahhoz, hogy milyen gyorsan járunk. Ez egy másik típusú folyamat, ugyanabban az élőanyagban. Tehát lehet, hogy az a bizonyos fekete felhő, az szépen lassan, komótosan helyezkedett el a naprendszerben, de ugyanakkor gyorsan gondolkodott, hiszen rádiójelekkel kommunikáltak a különböző részei egymással, és ezért akkor tudott velünk társalogni. Ezek mind elképzelhetők, és nyilván, hogy az ember élőlényeket modellez, akkor ezeket a folyamatokat külön kell választani. Az egésznek egy nagy közös biokémiai alap struktúrája van, és akkor erre épülnek ezek a különböző jellegű mozgásformák, meg információs energiafeldolgozási formák. Tehát hosszú ideig stabilnak kell lenni, az elemi reakcióidők az képes, tehát hiszen mire végbe megy mondjuk egy ilyen fehérre felépülés egy sejtben, az alatt megfagyna a környezet, akkor nyilván nem működhetne a sejt. Tehát legalább addig, amíg egy ilyen élőnek az elemi folyamatai lezajlanak, addig stabilnak kell lenni a környezetnek. Gondolkodhatunk más skálán is. Ugye beszélünk majd mindjárt az evolúcióról. Az evolúció nem elég egy élőlény. Nem elég egy fehérje molekula felépítése. Tehát több élőlény generációnak kell továbbadni az információt, stb. Ha ez alatt rettenetesen megváltozik a környezet, például kihűl a csillag, hát akkor fújhatjuk az egészet. Nyilván, ha egy élőlénynek az élete összemérhető a csillaggal, akkor a következő generációnak már máshoz kell alkalmazkodni, mert közben kihűl a csillag. Tehát ilyesmit nem bírunk elképzelni. Úgy kell ezt akkor kiegészítenünk ezt a hosszú ideig stabilt, hogy nem csak az elemi folyamatokhoz, hanem az élőlény generációhoz, az evolúciónak az időskálájához képest is viszonylag hosszan stabilnak kell lenni a környezetnek. Az ember mond egy ezzel ellentmondás, ennek ellentmondó másik feltétel, hogy változásoknak is kell lenni. Egy unalmas környezetben az élőlények meghalnak, sőt létre sem jönnek. Ami teljesen egyforma és unalmas, a változatlan, abban nagy valószínűséggel nem jönnek létre az élőlények. Pillanatnyi tudásunk szerint a környezetnek az állandó piszkálása, birizgálása, változása kellett ahhoz, hogy élőlények jönnek létre. Sok sci-fi van, amik pont ezzel foglalkoznak, hogy egy paradicsomi bolygón ott élnek a mondjam, ősmajmok, és hát nem lesz belőlük ember. Élnek boldogan, hát benne van a bibliai legendában, és Ádám és Éva nem kezdett dolgozni a paradicsomba, és nem fejlesztették ki a fizikát meg a csillagászatot, csak amikor kizavarták őket, és mostoha körülmények közé kerültek, aztán meg kellett küzdenük a létfenntartásokért. Tehát, hogy a túlságosan jó és stabil és kellemes a lényeknek a fenntartó környezetük, akkor nem lesz semmi fejlődés. De ez a kettő, mintha ellentmondásban lenne. Kellenek változások, hogy evolúciós nyomás legyen, hogy meginduljanak a evolúció lépcsőjén a lények, ugyanakkor stabilnak kellene a környezetnek. Ez a kettő természetesen egyszerre érvényes, vagy úgy kell elképzelni, hogy a stabilitás az bizonyos sávon belül érvényes. Ha nagyon hideg van, vagy nagyon meleg van, az élőlény elpusztul, sőt létre se jön. De ezen belül van egy optimális, az adott módon kifejlődött élőlényhez van egy optimális körülményrendszer, hőmérséklet, nyomás, stb. Páratartalom. Hogyha ettől eltér, akkor az élőlénynek egy kicsit rossz, és megpróbál hozzá alkalmazkodni. Ha nagyon eltér, akkor megdöglik. Tehát ezen a sávon belül ingadozzon és változzon, és ne álljon be konstansra az a sok paraméter, amikkel kell, hanem állandóan piszkálja, módosítja az élőlényt, és akkor ő kénytelen követni. Nagyon nem tudja követni.
ha minket kitennénk mondjuk a Föld légköre hirtelen elpárolna, akkor mindenkit megfulladna. De egy kicsit csökkenne a légköri nyomás, akkor mindenki kapkodna a levegőt, de a következő generációnak valószínűleg kicsit, vagy néhány generáció múlva több tüdőbolyhocskája lenne, jobban vinni az oxigént a vére, és egyebek. Most is vannak olyanok, akik 5000 méter magasan élnek az Andokban, és biológiai különbségek vannak az alföldi meg a hegyi emberek között, mert ők alkalmazkodni tudtak ez a magas légköröz. Viszonylag kis változásokhoz az élőlények alkalmazkodnak, és ez állandó evolúciós nyomást jelent. Tehát ez a két dolog, ez nem zárja ki egymást, sőt, egyszerre kell ezeknek fennállni. Mit mondhatunk az életről? Az élet alapvetően egy termodinamika jelenség, a fizikában a termodinamikából kell megmagyaráznunk. Lényegében arról van szó, hogy egyensúlyozunk a stabilitás és az instabilitás határán. Állandó kihívást jelent az élet léte magára az életre, bármelyik pillanatban lényegében elpusztulhat, nem csak az egyes élőlény, hanem maga a bioszféra, az evolúciós rendszer is. Ilyen egyensúlyozás sokfele van a fizikában. Hát például úgy lehetne elképzelni, képzeljük el milyen egyszerű mechanikai modell. Van egy sík, megrukom a golyót, szépen gurul egyenesen. Van egy lejtő, meglököm a golyót, gurul és követi a lejtőnek a kanyarodását. És képzeljünk egy ilyen ricskes-rücskös helyszín. Meglököm, hol erre megy, hol arra megy, egy kanyarogott a gödrök között. El lehet képzelni. Mi, hogyha meglököm még egyszer ugyanúgy? Ugye sík, vagy egyenletesen görbülő a lejtő, akkor nagyjából ugyanaz a pályán megy még egyszer. De a ricskes-rücskös, tehát kisebb dombok vannak, ködröcskék, egyebek, még egyszer meglököm, akkor valószínűleg valahol eltéve, nem tudom pontosan úgy meglökni, mint előzőleg, és itt akkor erre fele tekerget, aztán később itt már arra fele fog tekeregni. Olyan, mint a föld felszín, tehát ilyen primmes dombos tájon, két egymás után hasonló módon ellökött golyó, az nem ugyanúgy fog menni, mert az icili-picili különbségek felnagyítódnak. A fizikának a 20. század második felében a fejlődésének az egyik érdekes tartománya volt a káosznak a felderítése. A mechanikában a káoszt az 1890-es években fedezte fel Poincaré, a nagy francia matematikus és fizikus, de végül is a 1970-es években vált divatossá, akkor jöttek rá, hogy ez teljesen univerzális, és a fizika minden jelenség körében ott van. Annak idején az égi mechanikával kapcsolatban okoskodták ki, de azóta kiderült, hogy mindenféle más fizikai jelenségben is ott van a káosz. Ez azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy van egy modellünk, van egy differenciál egyenlet rendszerünk, ami leírja egy adott fizikai jelenségnek a fejlődését. Ugye az azt jelenti, hogy van egy törvény, amit ismerünk. Van egy kezdőfeltétel, és a kezdőfeltételben a törvény megmondja, hogy fejlődő a rendszer, mégsem tudjuk megjósolni. Azért, mert annyira érzékeny a kezdőfeltételek, hogy egy picit különböző kezdeti állapotból indítjuk a rendszert, akkor nagyon más lesz a végállapot. Erre, hogy igazából ezek 63-ban jött rá egy Lorentz nevű meteorológus, ez nem az, akinek transformáció van, nem az, akinek rudai vannak, ez egy harmadik Lorentz, és ezt megírta valami meteorológiai folyóiratba, fizikusok valamikor 70-es évek végén vették tudomásul, akkor jöttek rá. Azóta a meteorológusok rettentő büszkék arra, hogy nem lehet megjósolni az időjárást. Az időjárás annyira komplex jelenség, hogy ha a Föld minden pontján lenne egy műszer, és megmérni a légnyomást, meg a hőmérsékletet, meg a szél irányát, erősségét, még akkor se lehetne pontosan kiszámítani néhány napnál tovább. Most azt satszolják, hogy a legnagyobb számítógépekkel és az elvi határ körülbelül egy hét, két hét, annyi időre lehet erőre jósolni, és annál tovább még annyit sem tudunk megmondani, hogy sütni fog a nap, vagy esni fog az eső. Tehát egyszerűen annyira instabil matematikailag ez a jelenségkör, a hidrodinamika, hogy nem bírunk tovább számolni. A fizika más területen is ez van. Ezeket úgy lehet elképzelni, mintha az állapot halmaz, amiben mozognánk, az olyan rücskös, dudoros lenne, mint amit az előbb mondtam. Tehát egy olyan hegyvidék, ahol mindenféle kisebb, nagyobb dombok vannak, meglököm a golyót, az felelne meg a vizsgált fizikai rendszernek a kezdő állapotából, elindultam valahogy. Ha elindultam még egyszer ugyanonnan, de nem pontosan, úgyhogy egy picikét másképp, akkor már valamelyik gödörnél kicsit másképp megy, és néhány lépés után már nagyon máshol van, mondjuk erre van a vihar, arra meg a napsütés. Tehát nem tudom pontosan jósolni. Egy ilyen rendszernek hiába ismerjük a fizikai törvényeit, hiába derítjük ki pontosan, hiába derítjük ki a kezdeti állapotot, amennyire csak bírjuk pontosan, nem bírjuk megjósolni a részleteit. Azt esetleg meg tudjuk jósolni, hogy végül mi történik vele. Képzeljük, hogy ez a dudoros asztal
úgy végződik, hogy körbe felemelkednek a hegyek. Hát akkor biztos benn marad a golyó ebbe egy adott tartományon belül, és azon túlra nem megy. Oké? Ezt meg tudjuk jósolni. Vagy azon az asztalon, a völgyön belül hol lesz, azt nem tudjuk megmondani. Tehát általános kijelentéseket tehetünk egy ilyen fizikai rendszernek a fejlődésére, de részleteit nem tudjuk megmagyarázni. Ez a káosz fizikájának a nagy üzenete, nem csak a fizika, hanem mindenféle más bonyolult rendszer leírására. Na, valahogy így kell elképzelni a stabilitás és az instabilitás határán egyensúlyozó rendszereket, mint például az élet. Elindul valahogy, és nem csak az egész történetét leíró általános törvények szabályozzák, hanem a helyi esetleges véletlenek szabályozzák azt, hogy mi történik a későbbiekben vele. Mi van? Mi van? Az élet. Így van. Remek, hát akkor tökéletes illusztráció. Az élet az mindenhez alkalmazkodik. No, tehát... Nem Katisza volt valami, ki... Katisza? Remek, hát akkor már tényleg itt a tavasz. Itt a tavasz, remek. No, tehát egy ilyen jelenségnek története van. Viszonylag unalmas lenne, hogyha valaki naplót írna a föld keringéséről. Tessék elképzelni, 3 millió éve vezeti a naplót, és ma, ebben az évben megtettünk egy kört. Most megtettünk még egy kört. Most megtettünk még egy kört. Nap körül. Hát úgy lehetne írogatni. Kicsit unalmas lenne. De hogyha leírnánk egy adott élőhelyen részletesen, hogy mi is történik ott éppen. Például ez is jött egy élő hely, ott mászkál. Jött egy zöld tücsök, megette a hangját, jött egy hangja, meg stb. Mindig más történik. Nem, nyilván nem túlságosan nagy izgalmas dolgok, nem fognak gyárat építeni a hangyák, mint szintén bizonyos cifikbe, de azért nem közvetlenül ismétlődnek a jelenségek. Hol ez történik, hol az történik, és az, hogy globálisan is merre fejlődik tovább egy ilyen rendszer, az véletleneken, esetlegességeken múlik. Tehát egy olyan fizikai rendszer, ami a stabilitás és instabilitás határán egyensúlyoz, amelynek az állapot halmazát legjobban ezzel a dudoros felülettel lehet modellezni, az nem jósolható módon fejlődik, annak a kimenete az egyedi eseményeken múlik. Ezt úgy szokás mondani, hogy ha most újból elkezdenénk a Földnek a történetét, tehát megint visszavinnénk a Földet a kezdő állapotba, amikor forró volt, és oda tennénk megint azokat az anyagokat a légkörbe, a felszínre, stb., aztán hadd nőjön belőle az élet, akkor egyáltalán nem biztos, hogy néhány milliárd év múlva itt emberek lennének. Az sem biztos, hogy egyáltalán lennének, élőlények, lehet, hogy hamarabb kipusztultak volna, lehet, hogy másfélék, lehet, hogy értelmes delfinek, vagy értelmes denevérek lennének itt, nagy valószínűséggel egyáltalán nem lennének értelmes lények, holott élőlények lennének. Tehát kétszer egyformán ugyanaz a forgatókönyv nem zajlana le. Mert nagyon helyi, esetleges véletleneken múlik az, hogy éppen merre fordul tovább a történet. Tehát a földi élet fejlődésének ez az egyik alapvető jellegzetessége, és úgy érezzük, hogy ez olyan alapvető, hogy ez általánosítható a máshol meglevő életre is. Ez, amit az előbb mondtam, hogy ilyen tudoros felülettel modellezhető a pálya, ezt megfogalmazható matematikailag, megfogalmazható a termodinamika nyelvén, és ezt az egyik alapvető jellegzetességének tartjuk az életnek. Máshol is olyan az élet. Tehát, hogyha egy más bolygón próbáljuk elindítani a fejlődést, az egyrészt a miénkre se fog hasonlítani, vagy hogyha két egyforma bolygón elindítjuk, akkor azok egymásra se fognak végül hasonlítani. Ezért nevet mindig az ember azon, amikor megnézzük a Star Trek-et, és tudjuk, hogy ott minden értelmes lény 1 méter 70 és 2 méter 20 centi közötti magasságú, viszont mindenféle rücskök vannak a fejükön, abban nagyon különböznek, két szemük, két kezük van, és egymásba szeretnek különböző bolygón, szóval ezt mind tudjuk. Hát ez nem, nagyon nem valószínű. Tehát, hogy ennyire egyformák legyenek a különböző helyeken kifejlődő lények, egyáltalán, hogy emlősök legyenek, hogy kezük, lábuk legyen, két szem, stb. És főleg, hogy pont ekkorák. Ez a Földön is részben véletleneken múlik, részben az adott bolygónak a fizikai körülményein.
rettentően csodálkoznak, hogyha tényleg az történne. Most mondjuk 100 év múlva megismételjük az előadást, és akkor addigra már ismerünk 20 különböző civilizációt. Ha tényleg olyan lenne a helyzet, mint amit bizonyos sci-fi-ben látunk, hogy gonosz politikai ellentétek szövik be a galaxist, viszont tudnak egymásra szerelmeskedni a különböző lények, és mind egyforma magas, ez rettentően meglepő lenne, és sokan visszaadnak a diplomájukat. Nem tartjuk ezt valószínűleg. Hát az élet egyedi története van, és megismételhetetlen. Nyilván különbözőeken megismétlődik, de nem ugyanazzal a kimenettel. Na hát hogy állunk ezzel a második főtétellel? A második főtétel, ami azt mondja, hogy a rendezetlenség növekszik a világegyetemben. Pontosabban egy zárt rendszeren belül növekszik, az előbb már megbeszéltük, hogy akkor ezt tekintetjük a világegyetem egy bizonyos részét is zárt rendszernek, ugyanezek a törvények ott is érvényesek. A rendezetlenség növekszik, miközben ennek a hideg téglához, meleg téglához? Képzeljük el, mit is jelent az, hogy meleg a tégla? A meleg téglában gyorsan rezegnek az atomok, a hideg téglában lassabban rezegnek. Az, hogyha egy anyagdarab egyik oldalán gyorsan mozgó atomok, másik oldalán lassan mozgó atomok vannak, ez valamilyen rendet jelent. Olyan, mintha itt most arra ülnének a hölgyek, erre a férfiak, ez valamilyen értelemben nagyobb rendet jelent, mint hogy most itt össze-vissza keverednek. Hogyha hagyjuk magára a népet, akkor nyilván mindenki összekeveredik, mennek oda, akivel beszélgetni akar, barátkozni akar. Az egy mesterségesen létrejött szétválasztás, hogy itt most ilyenek, vagy itt vannak a fekete hajók, ott a szőke hajók, stb. Ilyen jellegű szétválasztás. Az, hogy meleg tégla, hideg tégla, az hasonló. Olyan fizikai folyamatok mennek végbe, amik az energiát elcsereberélik a különböző atomok között, és végül kialakul egy olyan osztás, hogy itt is vannak gyorsan mozgók, meg ott is vannak gyorsan mozgók, meg lassan mozgók is, langyos lesz az egész. Ez jelenti, hogy a rendezetlenség növekszik, és ezt mérik az entrópiával. Itt valami nagyon nem entrópikus objektumok vannak. De az entrópia az a rendezetlenség. Amikor ezt a fizikai törvényt az 1860-70-es években megfogalmazták, Maxwell, Boltzmann és Clausius meg a követőik, akkor hamarosan felmerült az a kérdés, hogy alkalmazzuk ezt az univerzumra az egészre, vagy legalábbis egy nagy zárt rendszerre. Mi történik? Hát az entrópia, az a rendetlenség mértéke folyamatosan növekszik. De hát egy adott rendszerben egyszer csak eléreti a maximumot. Van egy maximális rendezetlenség. Már sokszor mondtam, de nem tudom megállni, akinek van kisgyereke vagy kisöccse, azt tudja, hogy ha bereszt egy szobába, akkor körülbelül másfél órán belül beállott a maximális rendezetlenségnek az állapot. Utána már hiába kavarja tovább, azt már nem lehet tovább rendezetlennél tenni. Tehát van egy ilyen maximális entrópia, hogyha az univerzum végtelen ideig létezne, akkor a folyamatosan növekvő entrópiának már rég el kellett volna érni ezt az állapotot. Ezzel szemben az univerzum jelenleg rendezetlen, tehát nem maximális entrópiájú hőhalálos állapotban. Mit jelent ez állapot? Mindenhol egyforma az anyag eloszlása, kémiai összetétele, sűrűsége, hőmérséklete, nyomása. Idén még mindenhol ugyanazt látom, nem történik semmi, nem történhetnek folyamatok. Hát ez lenne a hőhalál. Ezzel szemben nem így vagyunk. Boltzmann ezt úgy próbálta megmagyarázni, hogy akkor már túllépett a termodinamikából, a statisztikus fizikában. Végülis ez volt az ő nagy probléma. Termodinamikában felismert törvényszerűségeket egyrészt matematikában megfogalmazták, másrészt megmagyarázták az atomok, molekulák létezése és a sok részecskének az együttes mozgás alapján. Ezek a folyamatok pont azzal magyarázhatók, hogy a sok részecskének a együttes mozgása egy valószínűbb, nagyobb valószínűség rendezetlenebb állapot felé halad, de hát ez véletlenszerű. Előfordulhatnak olyan esetek is, amikor a folyamat ellenkezőleg megy. Itt is a részecskék a levegőben össze-vissza mozognak, ütköznek, szaladnak szanaszét, nagyjából minden köbcentiméterben ugyanannyi részecske van, hát némi kis ingadozással. És össze-vissza mozognak, különböző irányból. Elképzelhető, a fizika nem zárja ki, csak nagyon valószínűtlenül tartja, hogy véletlenül éppen úgy mozognak itt a részecskék, hogy 5 perc múlva mindegyik éppen abba az irányba megy, az egész levegő fölmegy abba a sarokba, jól összesűrűsödik, és itt mindenki megfullad. Ez nem zárható ki. Reklamálni ott kell. De mindesetre nagyon kicsi a valószínűség, ha ki lehet számítani. 10 a mínusz 10 a századikonnál is kisebb a valószínűsége. Szóval annyi nullát kéne írni, amennyi földösszes számítógépe a univerzum eddigi történetében nem írt volna le. Szóval olyan kicsi a valószínűség. Tehát ez nem kizárható, de nagyon pici valószínűség esemény.
De egy végtelen ideig létező univerzumban kis valószínűség események is megtörténnek. Később majd beszélni fogunk a párállódással, később majd az univerzum jövőjéről, akkor ez már nagyon fontos lesz, hogy hát ha végtelen idő áll előttünk, akkor nagyon valószínűtlen dolgokra is számítani kell. Boltzmann azt mondta, hogy az történt, hogy az univerzum története során az entrópia nőtt, elérte a maximumot, és akkor fluktuált, egy kicsit így ingadozott. Tehát például véletlenszerűen összeálltak olyan részek, ahol kicsit sűrűbb volt az anyag, más ilyen meg ritkább. Nyilván följebb menni nem tud, ugye egy rendes fluktuáció az így ingadozik az elért állapot körül, de az a maximális entrópia a fölé már nem mehet, hát lejjebb időnként megy. Tehát véletlenszerűen spontán összeállt egy kicsit, egy kicsit rendezettebb tartomány, tehát például szétvált egy melegebb, meg egy hidegebb rész, vagy egy sűrűbb, meg egy ritkább. Aztán utána visszaállt, és ez sokszor ismétlődött. Most éppen itt vagyunk egy jó nagy fluktuációnak a vége fel, amikor megyünk vissza, és növekszik az entrópia, és most megyünk föl. Tehát a végtelen ide létező univerzum már elérte a hőhalált, aztán időnként úgy ki megy belőle, és éppen tart vissza. Érdekes lenne olyankor élni, amikor éppen csökken az univerzum entrópiája, ugye mit is jelent, hogy az összetört tárgyak összeállnak, a meleg téglák azok szétválnak, hideg meg forró téglák, és így tovább. Szóval úgy spontán nőne a rend, azért érdekes lenne elképzelni, nem bírjuk elképzelni, hiszen nem ehhez szoktunk. Ezen a modellel szemben mindenféle ellenvetést hoztak, például hogy miért ilyen marha nagy körülöttünk az univerzum. Hát hogyha egy ilyen kis helyen kéne rendet csinálni. Nyilván az ember nem az egész várost takarítja ki, amikor a szobájába akar rendet csinálni, hanem elég egy kis helyet, az is éppen elég meló. Hát itt is, hogyha azt akarnánk, hogy legyen egy akkora tartomány, amiben energetikai, kémiai, stb. Különbségek vannak ahhoz, hogy élőnek jöjjenek létre, hát akkor mondjuk egy ekkora szobányi területet kéne kitakarítani. És ezen belül aztán már sok baktérium meg egyéb elő lehetne, azon kívül meg körbe ott lenne a hőhalál. Ezzel szemben mi, ameddig látunk itt szanaszét, azt látjuk, hogy nincs hőhalál, hanem nagy rend van, csillagok, galaxisok, egyebek. Minek ez a nagyvilágét, amit körülöttünk? Biztos kéne valamilyen extra fizikai törvényen megmagyarázza, hogy ilyen nagy ez a világ, mert kisebben nem lehet létrejönni az élőlényeknek. Ilyeneken vitatkoztak annak idején. Ez a dolog kétféleképpen folytatódott. Egyrészt, amikor elég messzire néztek, akkor meglátták a hőhalált. Mindenki tud róla, mi ez? Hát a háttérsugárzás. Az a bizonyos háttérsugárzás az annak a hőhalálnak a vízfénye. Milyen messziről jön? 13 milliárd fényévről. Hát, hogyha akkora nagy tartományt nézünk, és azon túlra nézünk, akkor azon túl ott a hőhalál. Csak azzal a különbséggel, hogy tehát ez a nagy gömb, amiben rend van, ez nem egy szobányi, hanem 13 milliárd fényév sugarú. Csak hogy a fénynek a véges terjedési sebessége miatt az, amit mi ott látunk, az nem most van, hanem régen. Ez a hőhalál az régen volt. De erről külön beszéltem, hogy támad fel az univerzum a hőhalálból. Tehát ez az egyik fejlemény ennek a történetnek. Másik pedig az, hogy nem volt mínusz végtelen. Ugye, tehát nem arról van szó, hogy végtelen ideje létezik, az univerzumban nőtt az entrópia és elért a maximum, az univerzum véges ideje létezik. Tehát véges idő alatt esetleg nem érte el a maximumot, tehát akkor megvan minden magyarázva. Most már túlmagyaráztuk, már kétféleképpen is megmagyaráztuk. Hogyha véges ideje létezik valami, akkor nyilván még nem érte el a maximális entrópiát. Na de hát látjuk a már egyszer elért maximális entrópiai állapotnak a vízfényét. Ott van a háttérsugárzás, ami pont egy ilyen állapotról uralkodik, vagy árulkodik. Tehát most az történt, hogy itt nem a mínusz végtelenben indulunk, hanem a nulla pontból indulunk, elkezdett nőni az entrópia, elérte a maximumot, és most megint itt vagyunk. Tehát mégiscsak ez a Boltzmann-féle modell a helyes, hogy már elértük a maximális entrópiát, aztán visszajöttünk belőle. Hát a helyes válasz a következő, az univerzum tágul. Egy adott anyagdarab egyre nagyobb térfogatot tölt be, egyre többféle módon rendeződhetnek el a részek, és ezért az elérhető maximális rendezetlenség is nő. Ugye erre is van a modell, azt hiszem ezt is már többször mondtam, hogyha ezt a bizonyos kisgyereket, aki gyorsan rétrehozza az adott szobából a maximális rendezetlenséget, beteszik egy nagy kastélynek az egyik szobájába, elkezdi csinálni a rendetlenséget, a lakályok kinyitják az ajtókat, akkor körülte megjelenik négy újabb szoba, gyerek rohangászik mindenhol, csinálja a rendetlenséget, de közben újabb ajtókat nyitnak ki. És az elérhető tartomány közepén ott van, és folyamatosan csinálja a rendetlenséget, de ennek ellenére az az arány, hogy az elérhető szobáknak hányad része van már rendetlenítve, az egyre csökken.
Tetszik érezni? Tehát a lehetséges maximális entrópia nő, a valódi entrópia is nő, de a kettőnek a hányados, hogy a valódi per a maximális, az folyamatosan csökken. A relatív entrópia csökken. Nem kell ebbe a modellbe betenni ilyen furcsa eseteket, amikor csökkent az entrópia, és az eltört vázák összeálltak. Az entrópia mindig nőtt, ennek ellenére a relatív entrópia, tehát a rendezettségnek az igazi mértéke, az csökkent. Az van a háttérben, az univerzum tágul. Az univerzum tágulása hozta létre azt a lehetőséget, hogy egyáltalán valami rendezettség megjelenjen a világba a kezdeti káosz és hőhalál után. Tehát egyáltalán az életnek, mint ilyennek, a komplex struktúrák létrejöttének, az alapfeltétel, előfeltétel az univerzum tágulása. Hát hál' Istennek ilyen helyen élünk, pontosabban nem ezt kell mondani, hát hogyha nem ilyen lenne a világ, akkor nem élhetnénk. Erről a gondolatról, hogy ha a világ nem ilyen lenne, akkor nem élhetnénk, erről majd egy külön előadás szól, majd azt mondom, ez lesz a legutolsó. A világegyetem éppen olyan, hogy élhetünk benne, és ezt nem tarthatjuk magától értetődőnek, tehát külön meg kell majd vitatni ezt a témát. Most ebbe az irányba nem megyünk el, csak mindesetre megjegyeztem. Tehát mindesetre a világegyetem tágulása teszi lehetővé azt, hogy a rendezettség nőjön, annak ellenére, hogy helyileg mindig és mindenhol nő a rendetlenség. Mit jelent az, hogy nyílt rendszerekről van szó? Ugye, ezek a bizonyos kis tartományai az univerzumnak, ezek amiatt, hogy tágul az egész világ, ugye az adott anyag egyre nagyobb tartományt tölt be, az a bizonyos elérhető maximális entrópia az ugye itt változott, ezért sose tudja utolérni magát az anyag. Bizonyos esetekben majdnem utolérte, majdnem elérte a maximális entrópiai állapotot, de hogy tovább nőtt az entrópiája, ez a kék görbe lehagyta. Ugye így támadtunk fel annak idején a hőhalálból. Ezért előfordulhat az, hogy a világban különböző körülmények lesznek. Most ennek ez ugye ilyen általános elv, ami lehetővé teszi, de mint minden törvénynél, a törvényeknek a végrehajtás utasításába rejlik a lényeg. Hát ennek a végrehajtási utasítása pedig úgy szól, hogy gravitáció. A termodinamika és a gravitációnak a kölcsönhatása hozza létre azt, hogy ténylegesen megvalósul ez, hogy a világban struktúrák lesznek. Erről már többször volt szó, amikor a bizonyos gázfelhőknek a széteséséről, a gravitációs kondenzációról, meg egyebekről beszéltem, vagy például tessék visszagondolni arra az előadásra, amikor a csillagok fejlődéséről volt szó. A csillagok története végig arról szólt, hogy a gravitáció megpróbálta összehúzni a csillagot, és mindenféle helyi atomfizikai, magfizikai, termodinamikai folyamatok meg hőt termeltek, az egész hol kitágult, hol összehúzódott, hol a belső összehúzódott, a külső kitágult, stb. Állandóan a gravitáció meg a hő és az energetikai folyamatok játszottak egymással. A gravitáció az univerzális összehúzó erő, az ellene dolgozik annak, hogy minden egyenletes elosztású legyen. Addig, amíg az univerzum kezdő korszakaiban nagyon meleg volt, és minden gyorsan mozgott, addig ezt legyőzték. Nyilván az egész tágulás magát a gravitáció írja, de helyi fluktuációk, helyi sűrűsödések nem tudtak létrejönni. Később viszont az egyes helyeken a gravitáció sűrűsödést hoz létre, másik helyeken pedig ritkulást, és utána az egyes helyeknek különböző története. Ez egy csillagon belül aztán mindenféle bonyodalmak lesznek emiatt. És ez előfordulhat, tehát az, hogy egyes helyeken hidegebb, másik helyeken melegebb helyek lesznek, egyik helyen sűrűbb az anyag, másik helyen ritkább. Mi közelnek a hideghez, meleghez? Az összehúzódó anyag ismét fölmelegszik. Kezdetben az univerzum tágulása és a során elég volt egy paramétert megadnunk, mennyi most a hőmérséklet, mert mindenhol ugyanannyi volt. Később aztán nem elég ezt mondani, most itt mennyi most, mert a csillagban más, és a csillag környezetében, vagy a távoli csillagközi térben más a hőmérséklet, különböző helyeken különböző sűrűséghőmérséklet alakult ki. Egy zárt rendszerben, hogyha két részrendszer különbözik, mondjuk meleg és hideg gáz keverünk, akkor össze fog keveredni egyenletessé. Egy nyílt rendszeren átfolyik egy külső rendszerből származó energia. Ebben az összenergia állandó. Itt van ez a bizonyos vízikerék, itt is állandó az összenergia. Amennyi itt bemegy, annyi megy ott ki. De ez más rendszer, nem nincs energetikailag elzárva, átfolyik rajta az energia, és egy ilyenben bonyodalmak alakulhat meg, például a struktúrák. Itt kialakul mögötte egy hullámzás, ami valamilyen értelme struktúrának tekinthető. Amikor a
20. század közepén elkezdték vizsgálni a nyílt rendszerek termodinamikáját. Például Prigozsinnak a nevét kell megemlíteni ezzel kapcsolatban. Akkor rájöttek, hogy az entrópia maximumnak az elve az ezekre nem érvényes. A nyílt rendszereknél más a termodinamika, bonyolultabb a megfogalmazás is. Mindenesetre ez lehetővé teszi a struktúrák létrejöttét. Az, hogy térben elkülönült tartományok lesznek, egyik helyen ilyen, másik helyen meg olyanok a viszonyok. Egy nyílt rendszer, amin átfolyik az energia, az más stacionális állapotba kerül. Tehát ugye ez például elképzelhető, hogy ez stacionális állandóan úgy néz ki, szépen folyamatosan jön a víz, forog az egész, itt beáll egy állandó hullámzás. Nyilván a valódi rendszerben ezen felül még ott mindenféle helyi kis fluktuációk vannak, nagy hullámon szaladgáló kis hullámok, meg egyebek, ha az ember jobban megnézi, de kialakulhat egy ilyen globális és stabil, nem egyensúlyi struktúra. Ez a biológiai morfogenézisnek is az alapja. Hogy bizonyos kémiai anyagok úgy rendeződnek el, hogy egyik helyen az egyik sűrűsödik, másik helyen a másik. Ennek a cifrább változata az, amin sokat töprengenek a biológusok, és hát mostanában próbálják ennek a részleteit kideríteni, hogy történhet az, hogy például egyetlen petesejtben, amikor elkezd osztódni, ugye eleinte az egész mindegy forma, egy nagy gömbben, mert sok egyforma sejt van, aztán egyszer csak olyan embrióvá válik, hogy egyik végén fej van, másik végén farka. Mi okozza ezt a különbséget? Tehát, hogy lesz ugyanazon a sejtekből egyik helyen láb, másik helyen megfarok? Ki mondja meg neki, hogy itt neked most ilyen irányba kell változnod? Megkapja az infót a másik végére, hogy te mint a fejébe, vagy te meg a farkába, és akkor itt most hogy történik? Ezeknek a részleteknek mostanában próbálnak utána gondolkodni a biológusok. Mindjárt fizikailag ez van mögött, hogy az egész az nyílt rendszer. A nyílt rendszeren energia anyag áramlik át, és ez lehetővé teszi a térbeli, és lehetőleg az időbeli struktúráknak a kialakulását is. Az ember a fentiek alapján, a termodinamika alapozás alapján megkérdezheti, hogy hol jöhetnek létre az univerzumban ilyen bonyolult struktúrák. És mikor természetesen? Hát először is atomok kellenek hozzá. Egyébként nem tudunk jobb fajta anyagot, csak az atomos anyagot. Atomos anyag alkalmas molekulák létrejöttére. Molekulárisan összeszerveződni. Erről már beszéltünk akkor, hol jöttek létre az első molekulák. Ugye a szupernova robbanás hozta létre a nehezebb elemeket, tehát a csillagok belsejében jöttek létre, és a szupernova dobta ki. A csillag belsejében ott voltak az atommagok. Amikor még csillagokról volt szó, az ember lazán beszél, hogy vasatom meg egyebek. Igazából vas atommagokról meg hasonlókról van szó. Olyan meleg van, hogy akkor az atommagok körül nem voltak ott az elektronok. Magfúziós folyamatok létrehozták az adott elemeknek az atommagjait. Amikor a csillagrobbanás kidobta ezeket az űrbe, egész lehűlt, akkor az atommagok köré elkezdhettek beállni az elektronok, akkor jöttek igazából létre az atomok. És amikor ezek egymással kölcsönhatásba léptek, akkor létrejöttek belőle az első molekulák. Tehát például a szilícium-oxid, ami a homoknak meg a közeteknek az alapja. Vagy például, amikor sok vasatom került egymás mellé, akkor abból létrejöttek ilyen vaskristályok. Múltkor már beszéltem róla, hogy a szupernova robbanásoknak a kirepülő gázfelhőjében találtak vastűkre utaló nyomot, tehát ilyen hosszúkás kristályok, amiket a külső mágneses tér rendezett el, és úgy viselkednek, mint egy antenna rendszer. Tehát ilyenek már ott létrejönnek. Az első molekuláris jellegű struktúrák, az első szilárdtestek, azok a szétrobbanó szuperrobban felhőben jöhetnek létre. Ezek az atomok és kezdeti molekulák, ezek elkeverednek az univerzum korábbi alapanyagával, ami nagyrészt hidrogén meg hélium, és ebben keverednek ezek a felhők. Vannak olyan helyek, például egy korábbi szupernova robbanásnak a környékén, ahol sűrű por gázfelhő van, ami már nem csak a hidrogénből, hanem ebből a szupernova szemétből is van. Itt aztán mindenféle újabb reakciók történhetnek. Például a környező csillagoknak, vagy magának az eredeti szupernovának a sugárzása is indukálhat újabb kémiai reakciókat. Például azzal, hogy ionizálja a sugárzása a már létrejött molekulákat, és akkor reakcióképes szabad gyököket hoz létre, és azok egymással találkozva bonyolultabb molekulákká egyesülhetnek. Vagy egy ilyen molekula felhő, amikor elég sűrű, akkor elnyeli a környező sugárzást, fölmelegszik. A meleg miatt, ugye gyorsabban mozognak a részecskék, ütköznek, és az ütközés során felszabaduló energia az újabb kémiai reakciókhoz vezethet. A
A kémiában tudjuk, hogy ahhoz, hogy kémiai reakciók menjenek végbe, az valamilyen energetikai küszöböt kell átugrani a rendszernek. Miért is? Egy-egy molekula az maga is egy egyensúlyi szerkezet. Ahhoz, hogy átrendezzük, az ki kell piszkálni az egyensúlyból, és átalakítani egy másikba. Ezt megint úgy lehet elképzelni, mint ilyen nimbes dombos tájat. Menne ül egy gödörbe, egy potenciál gödörbe, az egy egyensúlyi állapot. Kicsit megpiszkálom, hát akkor ott izek mozog, az még mindig ugyanaz a rendszer. Ha jobban meglököm, tehát bizonyos energiát adok neki, akkor kimászik a gödörből, odébb mehet és beeshet egy másik gödörbe, tehát átalakulhat egy másik egyensúlyi állapottán. Tehát kell egy gerjesztési energia. Ezt megkaphatja a külső besugárzás, vagy ütközés, tehát hőmozgás segítségével. Ez megtörténhet, és ez nem csak a Föld, vagy olyan sűrű hely, mint a bolygók alkalmasak, hanem például kinn az univerzumban látunk ilyeneket, vannak sűrű molekulafelhők, ahol nagyon bonyolult, hát ahhoz képest nem korábban gondoltak, molekulákat látnak. Például alkohol molekulákat, ugye mindenki tanult az alkoholnak a szerkezeti képletét, ott azért már jó sok atomot kell összekapcsolni, hogy létrejön egy atom, egy alkohol molekula. Egyes csillagászok esküsznek rá, hogy nem sokára sört is fognak a molekulafelhőkben találni, egyre az alkoholnál tartanak. Tehát ilyen sűrű molekulafelhőkben egyre bonyolultabb molekulákat, azt hiszem most már több mint 200 különböző fajta molekulát és molekulatöredéket fedeztek föl, ezeket a sugárzások alapján tudják detektálni. A természet ismer még egy trükköt erre a energetikai küszöbnek a meghaladására. Előfordulhat, hogy a környezete való kölcsönhatás vagy megváltoztatja ezt a bizonyos potenciáltáját, és nem kell akkora energia ahhoz, hogy átugorjunk az egyik állapotból a másikba. Tehát például, hogy ezek a molekulák letapadnak egy kristály szemcsének a felületére, akkor a kristállyal való kölcsönhatás megváltoztatja az egyes atomoknak a helyzeti energiáját, és könnyebben megváltozhat, könnyebben átrendeződhetnek az atomok, és átalakulhatnak egy másik fajta molekulává. Ezt hívják katalizátor hatásnak. Tehát egy belép a rendszerbe egy olyan objektum, ami maga ott marad, tehát végén visszakapjuk, ugye a kémiai katalizátort úgy definiáljuk, hogy részt vesz a reakcióba, de a végén visszakapjuk, tehát nem kell újból betenni. Kölcsönhatásba lép a vizsgált rendszerrel, lehetővé teszi annak az átalakulását, és utána azok elmennek. Az élő lények kémiája ezt kihasználja. A legtöbb kémiai reakciónk az nem spontán megy végbe, tehát nem úgy, ahogy lombikban történne, lögyben, hanem fehérjék által katalizálta. Fehérjék nagy bonyolult molekulák, a múltkor már azzal fejeztem be a múltkori adást, hogy ezek a fehérje molekulák az első konkáv rendszerek az univerzumban, addig minden szép gömbölyű volt, mert ilyen egyszerűek, mint a gravitáció, meg az elektromosság húzták össze. A kémiában, ahol már irányított kötések vannak, egyebek sem mindenkit gyötörtek a vegyértékekkel, ott akkor már létrejöhetnek olyan típusú molekulák, hogy itt errefele kilóg valami, arra stb. Gödrök vannak benne, ide be tud lépni egy másik molekula, hozzátapad, helyi erők megfogják, átrendeződik, aztán kiköpi az enzimek, így működnek, mint egy speciális fogó, másik molekula oda tapad, ott akkor átrendeződik, aztán elköpödik, és jöhet egy másik molekula ugyan erre az enzimre, tehát mint egy speciális szerszámgép, ami meg tudja fogni és átalakítani a rendszereket. Ugye az enzimek azok már, hogy kell mondani, valamilyen értelme formatervezett, egyes reakciókra kihegyezett célgépek. A spontán létrejött ősi kőzet szemcsék azok nyilván nem ilyenek, de ezeknek a felszíne is úgy viselkedik, például bizonyos agyagásványoknak, vagy homokszemcséknek a felülete is úgy viselkedik, mint katalizátor, az is létre tud hozni ilyen reakciókat. Azt várjuk, hogy olyan molekulafelhőkben, ahol nem csak gázállapotú molekulák vannak, hanem porszemcsék is, ott még inkább bonyolultabb kémiai reakciók mennek végbe, és még több fajta molekula spontán létre tud jönni a felületi katalizátor hatás miatt. Most természetesen olyan atomok kellenek oda, amik részt vehetnek a reakciókba. Hát minden atom alkalmas kémiai reakciókra, még azok is, amikre korábban nem gondoltak, a nemes gázokból is a vegyészek már ki tudtak csiholni mindenféle vegyületeket. De melyik a legalkalmasabb a bonyolult reakciókra? Hát mindenki tudja, hogy a szénatom. Ezimovnak van egy nagyon jó cikke, van egy
Magyarul is megjelent a Hold tragédia címmel, tehát ez nem sci-fi, hanem ismeretterjesztő cikkek, ez így ma vegyész volt egyébként, és mindenféle témába belekottyintott, és nagyon jó pofa tudományos eszéket írt erről. Az egyik, ez végbeveszi azt, hogy vajon miféle kémiai anyagokból lehet a szénen kívül, vagy úgy egyáltalán periódusen szett megnézzük, miből lehetne építeni bonyolult struktúrákat. Hát ebből ezért nem, mert ez radioaktív, ez nem reagál, stb. Kiderül, hogy csak is és kizárólag a szénatom alkalmas arra, hogy hosszú, elágazó, bonyolult reakciókra képes molekulákat építse. Tessék? Ez így megmagyarázza, hogy miért nem. Olvasd el. Mindenki azt várja, persze, hát ugye, Kurinyi, hogy megírta az egyik szifébe, hogy a szilícium törpék a Neptunus, a Nereidánról, vagy honnan a fenéből jöttek, de hát sajnos a szilícium nem alkalmas erre. Mostanában azt derítették, hogy a szén környékéről, borból, meg nitrogénből esetleg lehet olyan molekulákat csinálni, ahol ugye a széntől jobbra, meg balra levő atomok, azok úgy együttesen, átlagosan úgy viselkednek, mint a szén. Csak azért... A szén alkalmas arra, hogy önmagával, tehát más szénatomokkal is reagáljon, tehát hosszú láncokat alkosson, másrészt ráakaszthatunk mindenféle más atomokat, nagyon sok mindennel tud reakcióba lépni. Kész csoda, hogy egyáltalán van ilyen. Tehát ahogy ezért majd végigviszi ott a periódusos rendszert, és akkor először kizár egyet, kettőt, aztán kizár 20-at, aztán megint 5-öt, stb. Az ember úgy izgul, hogy a végén maradjon valami. Tehát legyen legalább egy olyan fajta atom, amiből lehet bonyolult rendszereket építeni. Természetesen azt mondhatjuk, hogy ha nem lehetett volna, akkor ezért majd nem írta volna meg ezt a cikket. Tehát, vagy a végét, mint a krimiknél az ember sejtheti, de azért elég izgalmas. Tessék követni a sztorit. El lehetne képzelni, hogy a kémia lehetővé tette valamit, ami három vagy négy ilyen típusú atomnak a létezését, és itt akkor ezek egymással is vegyületet alkothatnak, meg különböző helyeken, attól függ, hogy melyik helyen miből van sok, akkor itt ilyen másik helyen olyan alapú élet lehetne. Megint elmélet. Hogyha majd elmegyünk a Nereidára, és megnézzük, hogy vannak-e ott szilíciumtörpék, és találunk, akkor majd Ezimovat tetemre kell hívni, és elmagyarázni neki, hogy ezért mégis rosszul gondolta. Az ember ilyenkor mindig abban reménykedik, hogy van szürke minden elmélet, de zöld az élet alanyága, sőt, más bolygókon kék vagy sárga, tehát mindenféle érdekes és színes molekulák még előfordulhatnak a világba, más körülmények, más nyomásviszonyok, más pH között, esetleg akkor más atomok képesek ilyenre. És nagyon tudunk örülni annak, hogy a szénatom erre alkalmas. Nagyon tudunk örülni annak, hogy egyáltalán van a világban szénatom. Tessék emlékezni, amikor a csillagokról beszéltünk, hogy jöttek létre a szénatommagok. Hát az ott egy nagyon cikis helyzet volt, mert a csillagokban végbe menő magfúzió majdnem megtorpant a szén előtt. Ugye a három alfa részecskének kell egyesülni, és ez úgy nem szokott létrejönni, de egy nagyon speciális magfizikai véletlen miatt mégiscsak létre tudták hozni a csillagok a szénatommagokat, és aztán mehetett tovább a fúzió, a szupernovákig, meg egyebek. Hát milyen pek lenne, hogyha nem lennének szénatomok? Vagy hogy kell mondani, hogyha a kémiai törvények lehetővé tennék, hogy a szénatom reakcióba léphessen, csak a természet éppen nem gyártotta volna elő a szénatomokat, mert a magfúzió megállt volna előtte. Természetesen az ember felteheti azt, hogy mondjuk a 127-es rendszámú atomok, azok még jobbak, mint a szénatom. De hát odáig még mindig nem jutott el a magfúzió, és ezért még mi nem ismerjük annak a 127-es rendszámú elemnek a kémiáját. Ha a kémia odáig fog fejlődni, hogy számítógépen kidolgozzák, hogy a még valóságban nem tapasztalt és nem létező atomoknak milyen a kémiája, és akkor majd nagyon fognak örülni neki, hogy a 127-es az micsoda találatos molekulákat képes, akkor majd a magfizikusokat be fogják arra piszkálni, hogy gyártsatok mesterségesen ilyen atomokat. A természet egyelőre nem jutott el, ugye mi most tartunk a 118-as rendszámú atommagoknak a néhány töredék másodpercre való létrehozásánál, összecsapnak könnyebb atommagokat, aztán gyorsan megfigyelik, és utána el is bomlik az egész. Szóval elképzelhető, hogy van a szénnél jobb, csak éppen a természet nem gyártotta le. Hogyha nem jutott volna a szénig se, akkor ezen se lehetne töprengeni. Tehát egyáltalán az, hogy megindulhassanak a kémiai reakciók, annak kellenek egyes kémiai előfeltételei, fizikai környezetbeliek, hogy ezek az objektumok egyáltalán ott legyenek, másrészt, hogy olyanok legyenek a viszonyok, hogy alkalmasak legyenek kémiai reakciókra. Ha minden fagy, akkor a szénatomokat vacognak egymás mellett, és nem reagálnak. Ha túl meleg van, akkor a szénatomok elvesztik az elektronjaikat, és akkor megint nincs kémia.
Tehát meghatározott hőmérséklet viszonyok kellenek, sűrűség viszonyok. Elképzelhető, hogy van szénatom. Hőmérséklet is jó. Csak két szénatom között 3 fényév a távolság. Hát akkor nyilván nem jön belőle létre egy etán molekula vagy alkohol molekula. Tehát megfelelő sűrűségben jelen kell lenni az adott típusú reakcióra képes atomoknak, kell ott lenni megfelelő anyagnak, energiának, nyomás, hőmérséklet, stb. Viszonyoknak. Ezeknek mind együtt kell lenni ahhoz, hogy egyáltalán megindulhassanak a kémiai reakció. Megfelelő hőmérséklet kell, ha túl kicsi hőmérséklet, akkor nincs reakció, ezen is segíthet a katalízis, ugye? Ha nincs elég meleg, akkor egy-egy részecske nem tud annyira rezegni, hogy átugorjon a szomszédos potenciálgödörbe, a katalízis segíthet. Ha túl meleg van, akkor a bonyolultabb molekulák szétbomlanak. Az a tapasztalat, ugye erről már korábban szintén beszéltem, hogy minél nagyobb és bonyolultabb molekula, annál kisebb energia kell a szétpiszkálásához. Tehát egy hidrogénatomnak a ionizálása, az elektronnak a letépéséhez 13 elektron volt kell. Egy szervetlen kémiai folyamat azért néhány elektron volt környék. A szerves kémiában már elektron volt, vagy tized elektron volt, ilyen energia kellene. Egy bonyolult molekulának a finom átrendezés, hogy az egészet nem tépjük szét, nem ionizáljuk, innen, mint amin átviszünk egy hidroxil csoportot a szomszéd szénatomra, ilyenek szoktak történni. Például, amikor a vörösbor érik, tussal tessék elkezdeni, amikor az ember benzolgyűrűket rajzol, ilyen oldalt telerajzolt tussal benzolgyűrűvel, és az utolsónál elpacázza, kezdheti ezeket, akkor még nem számítógépet csináltuk az ilyeneket. Szóval olyan anyagok, amik a vörösbor színét alkotják, hát azok ilyen finom kis molekulák, és amikor történik, hogy egy hidroxil csoport átmegy az egyik szénatomról a másikra. Ez pici és finom reakciók, nyilván katalizátorral el lehet tolni. Amikor az ember kénezi a bort, akkor megváltozik a savasság, akkor hirtelen kifehéredik, stb. Szőkítik, mindenféle lehet csinálni a borral. Tehát ilyen finom reakciókhoz kis energia különbségek kellenek. Ha egy ilyen anyagot túl nagy energiának teszünk ki, akkor mint egy kártyavár. Ha megrázzuk az asztalt, összedől az egész. Akkor nem átrendeződik, hanem összedől. Tehát túl meleg van, fehérék kicsapódnak, bonyultabb, még szerves molekulák szétbomlanak. Az se jó, ha túl meleg van. Másrészt mi kell még? Az kell, hogy ezek a molekulák ezek egymással találkozzanak. Üldögjenek szépen egy szilárd testben, itt az egyik molekula, ott a másik csokolom, nincs köztük kapcsolat. Mi kell? Mozogjanak. Ha gázban vannak szanaszét, akkor meg ritkán találkoznak. Legjobb dolog az oldalt, ahol viszonylag sűrűn vannak együtt, nem mennek ki egy adott térből, de mozoghatnak és találkozhatnak. A világ legjobb oldószere, megint csak szenzációsan sikerült, ez a víz. És vízből jó sok van a világban. Miért? Mert az oxigén is olyan, amit a csillagok annak idején elég nagy mennyiségben legyártottak, és ezért a hidrogén az meg ugye van dögivel, tehát a vízből viszonylag sok keletkezhetett, még itt ugye a csillagközi gázban létrejöttek a vízmolekulák, vízcseppek azért ott még nem, ahhoz már kicsit sűrűbben össze kellett jönni, de viszonylag sok víz van. A vízhez hasonló jellegű oldószer például az ammónia, tehát azon lehet még töprengeni, hogy más helyeken, mondjuk nagy bolygóknak a holdjain, ahol folyékony ammónia óceánok lehetségesek, esetleg ugye ezt várták a Titánon, de aztán mégsem jött össze, de valami ilyesmiket remélgettek. Az ammónia például a vízhez hasonló módon képes oldani, és egyben katalizálni is bizonyos reakciókat. A vízmolekulának az egyik fő sajátossága, hogy dipolus. Ugye egy széndioxid molekulában a szénatom mellett két oldalt áll a két oxigénatom, szép pálcikaszerű. A vízmolekula nem ilyen, mindenki az oxigénatom, de itt az egyik hidrogén, a másik, tehát fölnézetben így néz ki a vízmolekula, és az elektronok eloszlása olyan, hogy egyik vége pozitív, másik vége negatív, és emiatt mindenféle furcsa és érdekes tulajdonságai vannak, tehát dipólus oldószerként viselkedik, amikor pozitív meg negatív töltésű atomokkal, ionokkal találkozik, akkor a vízmolekulák elrendeznek körülte. Ez egy csomó fizikokémiai oldatreakciónak a lényeges alkotó része. Hasonló módon az ammónia molekula is dipólus. Ammóniánál a nitrogén atom alatt, ugye, 3 lába van, nem 2, mint a víznek, ott van a 3 hidrogénatom, de az egész megint csak dipólusként viselkedik. Folyékony ammóniában is létrejöhetnek hasonló jellegű reakciók, mint a vízben. Tehát elképzelhet, hogy ott, ahol nem vízből való óceánok vannak, hanem ammóniából, ott azért még valami
kicsit más kémiájú, de ilyen jellegű folyamatok végbe mehetnek. Ezt várja az ember. Hát, ez kell ahhoz, hogy bonyolultabb struktúrák megindulhassanak, megkezdődhessen a létrejöttük, hát akkor az emberek ezt töprengeni, hogy hol lehetséges ez. Hát például a sűrű molekulafelhőkben, és tényleg ezt látja az ember, az univerzumban vannak ilyen sűrű molekulafelhők, amiben nagyon sokféle, mondtam az előbb, már olyan molekulákat találunk, ami például a élőlények aminosavjainak a bizonyos alkotó része, és a többi. Tehát eléggé bonyolultak. Korábban nem is gondolták, hogy ilyenek spontán, szervetlen kémiai folyamatokban ritka helyeken, mint a gázfelhők létrejöttek. Ha nagyobb, iparilag nagyobb mennyiségben akarunk ilyen anyagokat előállítani, akkor mi kell? Hát vagy egy marhanagy molekula fel, hát ilyenek vannak, csak abban ritkán van az anyag, ezt valahogy össze kéne sűríteni. Másik lehetőség az, hogyha háromdimenzió helyett kétdimenzióra korlátozzuk a mozgást, tehát egy felületre. Erre legalkalmasabbak bizonyos szemcséknek a felületei, ami azért is jó, mert az egyben katalizátor. De hogy a szemcsék felületére oda tapadnak a molekulák. Miért tapadnának onnan? Például elektromos erők oda tartják. Egy ilyen rücskös szemcse az nem egyenletes, hanem egyeseken pozitív, másenken negatív töltések vannak a rücskök miatt, durván szóval bizonyos ionok úgy kilógnak belőle. Ez más molekulákat oda tud tapasztani, felületre rá tapadnak a molekulákat, a felület mentén tudnak mozogni, egymással találkozhatnak, kémiai reakcióba léphetnek. Katalizátor hatás is van. Hát elképzelhető, hogy bizonyos szemcséket bevon valami olyan vékony anyagréteg, amiben sűrűsödnek, koncentrálódnak ezek az anyagok. Például az egyik lehetőség az, hogy egyszerűen vékony vízhártya borítja ezeket a szemcséket, ilyeneket tapasztalunk itt a Földön is, és akkor abban a vékony vízhártyában vannak oldva más molekulák, és ott mozoghatnak, és ott létrejöhetnek további reakciók. Egyáltalán az ember azt reméli, hogy vizes közegben ott mindenféle reakciók végbe mennek. Hát hol lehet vizes közeg? Vagy legalábbis olyan anyag, ahol eléggé sűrűn jelen vannak ezek a szerves molekulák. Például egy ilyen gázfelhőnek a meleg belseje, de gázfelhőként például tekinthetjük egy nagy bolygónak a légkörét. Az egyik lehetséges jelöltünk a Jupiternek, a Szaturnusznak a légköre. Ott szerves molekulák, tehát ahhoz való nyersanyag van hatalmas mennyiségben, ugye 300-valahányszor nagyobb a Földnél a Jupiter, nagy részét a légkör teszi ki, megyünk föntről lefelé, egyre nagyobb lesz a sűrűség, van, és egyre melegebb lesz. Van olyan mélység a légkörben, ahol körülbelül olyan viszonyok uralkodnak, mint itt a Földön. Viszonylag sűrű a gáz, majdnem, mint a víz, olyan sűrűségű, és lényegében szobahőmérséklet, földi szobahőmérséklet van, ott ugyanolyan jellegű kémiai reakciók létrejöhetnek, mint itt a Földön, pontosabban nem mint most a Földön, mert a mostani Föld az oxigénes, hanem mint az ős Föld, aminek a kémiai viszonyai hasonlóak lehettek, mint a Jupiternek a mostani légköre. Az az egyik lehetséges helyzet. Most, hogy a Titán holdat, azt alaposan vizsgálgatja, tehát a Szaturnusznak a Titán nevű holdját vizsgálgatja a Cassini szonda, le is szállt oda a Huygens nevű szondája, azt várták, hogy ott találnak óceánokat, szerves anyagot, meg egyebet. Hát helyzet egy kicsit bonyolultabb. Most azt mondják, hogy tavakat találtak óceánt, nem, de nem víz, hanem folyadék folyásoknak a nyomait. Hát az metán lehetett, vagy ammónia, vagy valami ilyesmi. De a légkörben diszpergálva rengeteg szerves anyag van. Azt mondják, hogy olyan, mint a földi szmog. Hogy mondjam, mi nem szeretjük a szmogot, a tiszta levegőt szeretjük szívni, de mi már eléggé, hogy mondjam, evolvált élőlények vagyunk, mi most már nem éppen most akarunk összeállni itt a szerves szemletjéből, hanem már összeálltunk, és már válogatósak vagyunk. Egy ilyen szerves anyagot tartalmazó köd, az kiváló közege annak, hogy ezek a bonyolult kémiai reakciók. A Titánon egy baj van, hogy hideg van. Tehát mínusz 180-valahány fok. Hogyha ugyanez egy kicsit melegebben, tehát itt lenne a Föld távolságában a naptól, hát akkor ez a légkör, ez tökéletes kiinduló anyag és összetételű lehetne az élethez vezető kémiai folyamatokhoz. Hát azt gondolják és azt számolgatják, hogy a Föld légkör annak idején valami ilyesmi volt, mint jelenleg a Titáné.
Még vadabb elképzelések szerint nem is olyan nagy baj, hogy ott mínusz 180 fok van. Vannak olyan kémiai reakciók, amik ilyen hőmérsékleten is végbe mehetnek. Például, hogy ott a légkörben vannak szemcsék, vagy a felszínen vannak mindenféle közvetszemcsék, azoknak a katalizátor hatása lejjebb viszi a folyamatoknak az aktivációs energiáját, és esetleg már a mínusz 180 fokon is megindulhatnak olyan kémiai reakciók, amik a már amúgy jelenlévő szerves anyagból bonyolultabb molekulákat vezetnek. Sajnos nem működik már a reszállt űrszondának a kamerája, tehát nem fogja az arra mászó élőlényeket lefényképezni, de elképzelhető, hogy ilyen körülmények között is tovább tudhat fejlődni legalábbis a kémiai evolúció. Hát akkor egy további izgalmas hely az az üstökös. Miben van az üstökös? Mindenki tudja, piszkos hógolyó, tehát jegekből meg porból. Egy baj van, hogy hideg. Amikor jó messze jár a naptól, akkor összefagyott az egész. Az üstökös, amit ugye mutattam az előbb a képen, miért van ilyen szép nagy falkincája, hanem azért, mert a nap melege felmelegítette, részben sublimált, elpárologott az anyag, és a jégjellegű anyagdarabok azok párologtak, és közben hogy szétesik az összetapasztó vízjég, akkor a porszemcsék is kikerülnek ebből a összefagyott hógolyóból, és körülötte kómát alkotnak, aztán ebbe belekapaszkodik a sugárnyomás, és elviszi a üstökös közeléből. Tehát ez a por, ez onnan szabadul ki. Egy ilyen objektum, ez kiválóan alkalmas kémiai reakciókra. Tessék elképzelni, hogy az a rész, ami nem ment ki, és nem füstölgött el üstökös farka formájában, az milyen állapotban van. Közel megy időnként a csillaghoz, akkor az felmelegíti, megolvad az a jég, még a belsejébe is bemehet. Tehát nem, a felszín az nyilván elpárolog a vákumban, de a belsejében megolvadhat. Néhány üstökös közelében jártak már szondák, és azt vették észre, hogy a felszínén vannak hidegebb, világosabb, meg sötétebb területek. Sötétebb területen a por fedi, akkor csillag közelében jár, akkor ez a por egyszerűen a sötétség miatt jobban elnyeli a sugárzást, akkor jobban felmelegszik. Az üstökösök aktivitása például nagy részt abból áll, hogy bizonyos helyeken felmelegszik, és akkor a gejzír kispriccel belőle az anyag. Így dobnak ki olyan porfelhőket, amiket később mi meteorrajok formájában tapasztalunk. Ráadásul az üstökösök így változtatják a pályát, mert egy ilyen hirtelen gejzír folyamat, mint egy rakéta, kicsit odébb lendíti, és megváltozik a pálya, legközelebb másféle pályán érkezik vissza. Na, ha benézzünk egy ilyen objektumnak a belsejébe, akkor nyugodtan el tudunk képzelni olyan tartományokat, ahol éppen nem volt közel a felszínhez, de a belsejébe azért valamennyire bejutott a csillagnak a hője, megolvadta a jég, és ott vannak a porszemcsék. Tökéletes közeg ahhoz, hogy ebben a porszemcsében mindenféle szerves anyagok egyebek oldva vannak, hogy ezekben meginduljon a kémiai reakció. Olyan, mint a földi ősóceán, jó sűrű ősleves, van benne mindenféle szerves anyag, szobahőmérséklet, felületi, tehát szemcséknek a felülete, kiváló katalizátor. Megindulhatnak ezek a folyamatok, és megindulhat a szerves anyagok szintézise. Fred Hoyle-nak is sok mindennel foglalkozott a csillagászatban és a kozmológiában. Dolgozta ki azt az elméletet, hogy az üstökösök azért is kiválóak az élet létrehozására, mert amiről korábban beszéltem, azt a bizonyos változatosságot és az evolúciónak evolúciós szükséges evolúciós nyomást is létre tudják hozni. Jön az üstökös, közel megy a csillaghoz, fölmelegszik, belsejében létrejön ez a sűrű klötty, megindulnak a kémiai reakciók. Aztán az üstökös elmegy messze a csillagtól, és minden kifagy. Aztán mondjuk a heli üstökös 76 év múlva visszajön. Hát némelyik molekula addigra szétesett, nem bírta a fagyot. Amelyik kibírta, ott vidáman megindul, amikor ismét felolvad a jég, megindulnak a további kémiai reakciók. Aztán egy idő után, néhány hónap múlva megint kifagy. És ezt ismétli évezredekig, évmilliókig. Kiváló periodikus ingerlés és evolúciós nyomás, aki bírja, az túléli és az fejlődhet tovább. Ez a következő ábrával szimulálható, megint megmutatom a néhány képet az üstökösről. Ugye ez itt, amit az előbb már láttunk. Ezek is mind a déli félgömbről készültek.
csak nem vicces. Ez még szebb. Ez hát szinte nappali égen készült. És tessék megnézni, hogy mire hasonlít ez az egész. Mutatok egy hasonló ábrát. Ugye? Tehát ez a gondolat, amit Hoylék dolgoztak ki, hogy az ilyen objektumok igen alkalmasak az életre. Mi történik itt? Két különböző eredetű biológiai információ keveredik éppen, és újabb, további fejlődéshez szükséges reakciók fognak itt hamarosan megindulni. Na, ezt gondolják, hogy az egyik lehetséges kémiai laboratórium, ahol az élet alapanyagai létrejöttek, azok az üstökösök voltak. És utána aztán mi történt? Ezek az üstökösök később leestek egy nagy bolygóra. Az üstökös maga kicsi ahhoz, hogy ott komolyabb, további, bonyolultabb reakciók és fejlődés menjen. Még be, azt hiszem, azt még senki nem írta meg, hogy az üstökösök, a dinoszauruszok sétálgatnak, tehát odáig azért nem tud eljutni a fejlődés. Akkor volt arról szó, hogy nagy valószínűséggel a földi óceánokat is az üstökösök hozták ide. Az eredeti víz ebből a környezetből, amikor itt a mindenféle nagyobb égitestek összeütközgettek, az elpárolgott. Később egy csomó üstökös leesett a nagybolygókra, és ezek hozhatták a másodlagos vizet, tehát a földi óceánok valószínűleg üstökösökből származnak. És ugyanakkor viszont egy csomó üstökös, ami még kinkeringett, az azoknak a belsejében végbe mehettek ilyen jellegű kémiai reakciók, és szintetizálhattak bonyolultabb szerves anyagokat. Ismét egyelőre, ugyanaz. És aztán később, amikor ezek az üstökösök leestek, és addigra a Föld már túljutott a kezdeti zavaros korszakokon, már nem pöfögtek annyira a vulkánok, már nem izzott, hanem már kihűlt, és már óceán volt, utána leesett ez a szerves anyagokat tartalmazó anyag, durván szólva az őslevéshez az üstökösök hozták az ősleves port. És akkor ebből lett az az ősleves, ami utána a Földön kiválóan tovább tudott fejlődni. Tehát pillanatnyi tudásunk szerint ezek a lehetséges helyek, tehát ezt persze lehet tovább ragozni, hogy hol vannak ilyen helyek még. Szemcsék felülete, nem olyan régen bukkant fel az ötlet, hogy a Földön nem a tengerben keletkezett az élet, hanem jóval lejjebb a kőzetek belsejébe. Több ezer méter mélyre lefúrva, baktériumokat találtak a kőzetek résében. Természetesen víz az kell hozzá, de hát a kőzet résekben is lehet víz, ott már jó meleg van, viszonylag kis résekben baktériumok éldegélnek. Olyan baktériumok, amik évmilliók óta ott vannak, nincsenek kapcsolatban a felszínnel, jó megvannak. Természetesen nem fotoszintézisre meg külső környezete, helyi kémiai reakciókkal működnek, a környezet hőjét és az ottani kémiai anyagoknak a termodinamikai potenciáját hasznosítva vidáman élnek, anélkül, hogy közük lenne a felszínhez. El lehet töprengeni, és még nem dőlt el, hogy ezek a felszínen kialakult élőlények utódai, és később költöztek le. Ugye az élet is olyan, mint a gáz, hogy minden helyet betölt. Később költöztek le a közetek rétegeibe, és alkalmazkodtak az ottani környezeti viszonyokhoz. Vagy pedig ők az őslakók, tehát ott alakult ki a felszíntől viszonylag függetlenül ott alakult ki az élet, és később aztán néhány partizán felköltözött a felszínre. Ha ez az utóbbi igaz, akkor durván szóval mi vagyunk ezeknek az űrlakói, tehát ahogy a mindenféle sci-fikbe a földiek kirajzolnak más bolygókra, és alkalmazkodnak az ottani vad és durva körülményekhez, hát mi akkor eredetileg innen a kőzetekből származunk, és némely mondjam, vállalkozóképes baktérium felköltözött a felszínre, kitette magát a durva környezetnek, sugárzásnak, víznek, meg egyebeknek, kisebb légnyomásnak, változó időjárási körülményeknek, és próbálta hozzá alkalmazkodni, és akkor ezeknek az utódai vagyunk mi. Mi támasztja alá ezt a ötletet? Például az, hogy a kezdeti korszakban a Földet nagyon gyakran érték külső égitesteknek az ütközései miatt nagy csapások. Például az egyik nagy csapás az volt, ami a Holdat létrehozta, erről múltkor beszéltem, becsapodott egy kb. Mars méretű objektum a félkész Földbe, a felső részét elpárolgatta, szétspriceltett, aztán abból állt össze a Hold. Nyilván, hogyha akkor már volt óceán vagy légkör, akkor az úgy
ennek során mellékesen megsemmisült. Hogyha abban az óceánban volt élet, hát akkor az is kisült és megszűnt. El lehet persze képzelni, hogy ott akkor már volt élet, aztán miután a Föld egy kicsit helyreállítottat, konszolidálódott, akkor újból létrejött az élet. Tehát több egymás utáni életkeletkezési periódus zajlott le. De a másik lehetőség az, hogy az élet még ezt is megúszta, mert hogy nem a felszínen lakott. Nem lenne a forró kőzeteknek a réseiben alakult ki, és ha a felszínen ilyen durva behatások érik a bolygót, azért a másik oldalon, jó mélyen a kőzetekben, ott azért még sok mindent képes kibírni az élőlény, és akkor tovább, még az ekkora nagy pofonok hatására, vagy ellenére is tovább tudott élni és szaporodni, és később, amikor már kellemesebbek lesznek a körülmények, akkor felköltözhet a felszínre. Ez egyre valószínűbbnek tűnik. Pár évtizede egy újabb ötlet jött divatba, biztos hallottak róla, hogy az óceán mély füstölőket találták meg. Ugye a mélyből, kőzetrepedésekből jön föl a forró, és a forrósága miatt mindenféle ásványanyagokat feloldott víz, kitör az óceán fenekén, ott rögtön kirakódik belőle, kicsapódik belőle mindenféle fém meg egyéb kőzetanyag, és ilyen magas gejzirkúp jellegű dolgokat rak le, de még sok oldott anyag van benne, és ezért feketeten füstként jön föl az a forró víz. Több száz fokos, de a nagy nyomás miatt ez nem gőz, hanem még víz, és ott találtak helyi élőlény csoportokat, lenne a hideg óceánnak a fenekén, van ennek a forró füstölőnek a környező, néhányszor 10 méteres környezetében meleg a víz, és ott érdegelnek speciális baktériumok, növények, állatok, jól élnek. Aztán utána egy ilyen megváltozik a geológiai viszonyok, leáll a füstölés, élőlények elpusztulnak, pár kilométerre vagy párszor 10 kilométerre odébb meg kitör egy másik, és akkor annak a környékén meg lehet találni egy ilyet. Kidolgozták azt az elméletet, hogy hát ha ilyeneknek a környékén keletkezett az élet, itt megint speciálisak a kémiai viszonyok. A felterő forró kőzet anyagot, forró víz, ami mindenféle oldott kőzet anyagot tartalmaz, annak a kémiai viszonyai nagyon alkalmasak arra, hogy bonyolultabb kémiai reakciók induljanak meg. Lehetséges, hogy ez volt az első helyszín, ahol megindultak a bonyolultabb kémiai reakciók. Mégis az egészet úgy kell elképzelni, hogy már űrben a molekulafelhőkben kialakultak az első szerves molekulák, részben tovább fejlődhettek üstökösökben, amikor megérkeztek a Földre, a Földön több olyan helyszín is adódik, ahol ezek tovább tudtak fejlődni. Korábban egyértelműen az volt az álláspont, hogy a tengerpartoknak az agyagásványai voltak a földi életnek a szülőhelyei. Az agyagásványok azok nagyon speciális jellegűek, vékony lapocskák vannak, és közé be tud menni a víz, és akkor ott rettente nagy felület van, és ez megint csak igen alkalmas katalizátornak. Sok mindenfélere használják szűrőanyagként, meg egyebként ezeket a agyaglapocskákat. És kezdetben ezek működhettek, mint a kémiai reakció katalizátorai, később aztán az élet innen elvált, és már maga csinálta meg a fehéréket, katalizátorokat. Mindig az a kérdés, hogy hát milyen volt a legelső, amikor még nem volt meg ez a bonyolult kémiai apparátus, ami jelenleg a sejtekben benne van, akkor mi volt az, ami katalizálta az első reakciókat? Nyilván létre kellett hozni az első katalizátorokat is. Az egyik lehetséges ötlet az, hogy külső katalizátorokat, ezeket a szervetlen anyagokat, agyagszentséget, stb. Használt az élet. Aztán később, amikor elég bonyolultá vált, akkor tudott innen elválni. Nem tudunk dönteni pillanatnyilag három helyszín közül, hogy hol is fejlődött ki Isten igazából a földi élet. Minden esetre az emberek annak drukkolnak mostanában, hogy jaj, jó lenne, hogyha igaz lenne ez a kőzetek réseiben kifejlődő élet. Miért? Mert ilyesmi máshol is van. Tengerpartot, tengerfenéki füstölőt nem találunk a Marson meg más bolygókon, de forró kőzeteket néhány kilométerrel a felszín alatt, amiben esetleg oldott víz van, és akkor a kőzet szemcséket nedvesít, és annak a felszínén ott kémiai reakciók, ilyenek máshol is fordulhatnak.
például a Marson, és hogyha onnan származik az élet, akkor bár a Marsnak a felszíne az ma halott és hideg és fagyos, alatta vidáman ott a kőzet szivacsaiban vidáman él az élet. De az ilyen periódikus hatások hogyan érvényesülnek a... Valamiért, amennyiben ez igaz, akkor periodikus hatások nélkül kell megmagyarázni, természetesen. Igen. Az agyagásvány elméletben például az volt a nagy ötlet, és sokáig ezt emlegették, hogy a dagály miatt a tengerpartot hol ellepi a víz, hol nem, és akkor azok a molekulák, amik nem élik túl például a víztelen periódust, azok szétesnek, amik meg kibírják, akkor azok, mint ahogy az előbb az üstökösöknél mondtam, azok megvárják a legközelebbi ellepést, és akkor megint folyik tovább a vizes kémiai reakció. Ez tehát egy ilyen periódikus ingerlés. Ilyen nyilván a felszín alatt nem volt, ezt majd a később meg fogjuk tudni, hogy például, hogyha Marson végeznek mélyfúrásokat, és megnézik, hogy ott a közvetekben vannak-e bacik, vagy nincsenek, akkor majd ez kiderül. Illetőleg, hogyha a Földön tovább nyomozgatják, DNS vizsgálatokkal, egyebekkel, hogy melyik élőlény melyiktől származik, tehát ezek a közvetekben találhatók, ezek a felszínről költöztek le, vagy fordítva, akkor majd lehet erre választ adni. Majd meglátjuk. De mindegyik ötletnek vannak hívei, és mindegyiknek vannak elméleti előnye is. Természetesen nem kell fejteni az elméleteket, utólag meg fogják magyarázni, hogy periódikus ingerés nélkül is fog mozogni, hogyha kiderül, hogy ez volt az igazság. Na, az evolúció feltétele az, hogy ne álljon be az egyensúly. Tehát egy állandó környezetben elképzelhető, hogy bekonvergálnak a folyamatok, és beáll egy egyensúly. Az ilyen periódikus ingerlés például arra jó, hogy ne tudjon beállni. Lehet természetesen oly módon is ezt elérni, hogy folyamatosan egy irányba változnak a viszonyok, például a bolygó állandóan hűl, csökken a hőmérséklet, és vagy változik a légnyomás, változik a kémiai környezet, és akkor ahhoz kell folyamatosan alkalmazkodni. Lehetséges, hogy a periódikus változások vannak, megint az időskálát kell bemérni, ahhoz azért ne legyen túl gyors, hogy összemérhető legyen az elemi reakciókkal, ne legyen olyan lassú, hogy sok száz generációként, tehát mondjuk például egy élőlénynek neki kelljen bírnia, vagy néhány generációnak alkalmazkodni ilyen változáshoz, hát ez az árapály, ez tökéletes. Ugye, hogy baktériumok azok néhány órás periódussal osztódnak, hogyha naponta jön a kétszer az árapály, akkor ez megfelelő időskála ahhoz, hogy ilyen periódikus ingerlést okozzon. Ugye az előbb már volt az, hogy az üstökös például időnként, amikor a nap közelében jár, akkor felolvad. Az egyik lehetséges jelölt a Jupiter Európa nevű holdjának az óceánja, a felszínt jég borítja, de alatta nagy valószínűséggel folyékony víz van. És ez a bolygó belsejéből kapja a hőt, azért, mert a Jupiternek az árapály hatása folyamatosan gyűrje a bolygót. Egy adott helyen ott is lehetséges árapály, megreped a jégkére, kitör a hasadék vulkán szerűen kitör a felszínre a víz, ismét visszafagy, stb. Tehát itt is lehetséges ilyen változás, ehhez is alkalmazható. A Földön mondtam, hogy például a tengerparton az árapály okozhat ilyesmi. A 20. század fizikából, geofizikából származó egyik nagy felismerés az élettel kapcsolatban az úgynevezett katasztrófa elv. Erről részletesen lehet olvasni, Lemnek van egy érdekes kis könyvecskéje, aztán az a cím, hogy az emberiség egy perce, három eszé van benne, az egyik pont a katasztrófa elv címet viseli. Durván arról van szó, hogy az élet az nem törvényszerű és nyilegyenes diadalmenet. Annak idején én meg ezt tanulgattam, szintén filozofusok magyarázgatták, hogy hát ez itt törvényszerű. Vannak a egyszerű primitívebb anyagformák, atoma, stb. Aztán utána ezeknek a speciális mozgásformái, legegyszerűbb mozgásforma, fizikai mozgás, atomok mozognak. Akkor bonyolultabb lesz a kémiai mozgásforma, aztán a biológiai, aztán a társadalmi. Szóval, hogy indulunk a hidrogénatomtól, és a végén ott áll a szocialista ember. Nyílegyenesen és előre. Hát azt látjuk, hogy nem ilyen a helyzet, hanem pontosan azért, mivel az élet ilyen instabil termodinamikai rendszer, helyi véletlenek szabják meg a továbbfejlődést, és mindenféle katasztrófák veszélyeztetik.
Most ez azt is jelenti, hogy ha például más bolygón elindultak hasonló jellegű folyamatok, nyugodtan elképzelhet, hogy valahol egyszer csak megszakadtak, és esetleg az egész bolygó bioszférája elpusztult. Földön is nagyon sokszor állt az élet közel a teljes pusztuláshoz. Illetve, hogyha nem is pusztult el, sokszor volt olyan, hogy a bioszféra mennyiségileg is leszűkült, tehát az élőlények jelentős része elpusztult, és akkor, amikor nagyon kicsi a populáció, akkor kisebb véletlenek, azok befolyásolják a további fejlődést. Tessék elképzelni, amikor a Robinson találkozik a Péntek nével, és nem tetszik neki. Akkor azon a kis szigeten nem lesz populáció. Szóval akkor ilyen helyi véletleneken múlik a dolog. Nyilván, ha 5000 ember él ott, akkor nem pusztul ki a populáció, de ha ketten vannak, és ott valami affér van, akkor nem megy tovább a dolog. Tehát amikor leszűkül a populáció, akkor helyi véletlenek fogják befolyásolni a történet. Annak idején, amikor 250-300 évvel ezelőtt elkezdtek tudományosan foglalkozni, és előkerültek az első kövületek, hogy találtak mindenféle nagy csontokat, meg egyebeket, akkor Cuvier azt mondta, hogy ez az özönvíznek a bizonyítéka. Hát ugye ott voltak mindenféle óriások, meg egyebek, és hát találtak ilyen nagy csontokat. Hát ők most éppen nincsenek közöttünk, őket az özönvíz pusztított el. Aztán később kidolgozták ennek azt a verzióját, hogy periódikusan jöttek özönvizek, és úgy elpucolgatták az addigi életet, és aztán egyik ötlet szerint az Úristen mindig újjáteremtette az egészet, aztán később már azt mondták, hogy hát akkor a maradékok azok továbbfejlődtek, és így tovább. Mostanában, ez nyilván egy kicsit bonyolultabban gondoljuk, nagyon sokféle katasztrófa fenyegette az életet, például viszonylag közeli szupernovák. Ez megjelen érdekes dialaktikus kapcsolat, hát a föld anyaga egy szupernovának a szétpöfögött maradványaiból van. Már múltkor beszéltem róla, hogy valószínűleg a naprendszer kialakulását további szupernova robbanások katalizálták, tehát egy ilyen terjedő nyomáshullám préselte össze azt az anyagot, hogy utána meginduljon belőle a naprendszer kialakulása. Később, amikor már félkész volt a naprendszer, akkor megint pöffent egy szupernova. Ennek a nyomait meg lehet találni meteor szemcséken, úgyhogy a felszínt már elért, ennek a sugárzása belsébe már nem jutott. Tehát akkor félkész volt a naprendszer anyaga, és akkor közelből jött közel, tehát néhány fényév távolságból érkeztek ilyen sugárzások. Az még vita kérdés, hogy ez mennyivel járult hozzá magának a naprendszernek a kialakulásához, tehát segítette a bolygókat, stb. Majd, hogyha lesz nagyobb bolygó statisztikánk, akkor még az is kiderülhet, hogy azért olyan speciális a mi naprendszerünk, mert éppen megfelelő vagy nem megfelelő pillanatban kapott még egy ilyen szupernova robbanást a környékben. Később is előfordultak ilyen szupernova robbanások, és azok viszont, hogyha túl közel vannak, akkor azok egyszerűen elpusztítják az életet a bolygón. Nagyon erős gamma sugárzás érkezik viszonylag közelről, és hát akkor ez az élőlényeknek a finom, kis energiája, a különbségeken alapuló kémiai reakcióra nézve, ez túl durva, egyszerűen szétverheti az élőlényeket. Hát tessék létvényen góra gondolni. Tehát ilyen jellegű sugárzás az többször előfordulhatott. Mindenki tudja, hogy üstökös kisbolygó becsapódások azok, hát elég Bruce Willisre gondolni, mindenféle érdekes dolgok történhetnek. Egy nagyobb üstökös becsapódása az egész légkört lepuszolhatja a Földről. De viszonylag kisebb, mert például előfordulhat a nukleáris tél jelensége. Amikor a 80-es években ezt számítógéppen először kiszámolgatták, hát akkor ennek politikai üzenete volt, hogy mi is történne a Földön egy atomháború esetén. Sokan meg közvetlenül a nukleáris robbanásoktól, aztán utána sokan a tüzektől, sokan éhen halnának, mert leégne a termés. Aztán kiderült, hogy a nagyobb és hosszabb távú katasztrofális bajt az okozná, hogy a városokban, a civilizált területeken pusztító tűz annyi kormot, egyéb szennyeződést vinne föl a légkörbe, hogy az egyszerűen befedni az egész Földet. Modellezgették, hogy például megúsznája Ausztrália, minden sci-fibe Ausztrália, meg Új-Zéland megúszta az atomháborút, hát nem úsztál meg, mert akkor kiderült, hogy az északi meg a déli félgömb között a magas légkörben van némi összeköttetés, 5 év késleltetésre a déli félgömbre is átterjedni az északi félgömbi atomháborúnak a hatása, egész bolygót lényegében egy koromfelhő burkolná, és emiatt a napfény nem érné el a felszínt. És ekkor
Következő vegetációs időszakban a növények egyszerűen nem tudnának kifejlődni napfény hiány, utána a növényevők is éhen halnának, és aztán a ragadozók is, és természetesen az emberek is egy után, mint az utolsó konzerv is elfogyott. Tehát ez a nukleáris tér mellékesen a hőmérsékletet is annyira levinné, hogy amúgy is legyengült civilizációt még ilyen mínusz 20 fok, vagy mínusz 30 fok környéki átlag hőmérséket meg egyéb is kínozná. Tehát valószínűleg ez vezetne az emberiség pusztulásra. Ezek a számítások indították meg igazándiból azokat a nagy klímavizsgálatokat, tehát ugye ezt úgy könnyű elmondani, de ahhoz, hogy ezt elhiggyék, részletesen utána kell számítani a számítógépekkel, részletesen kidolgozott modelleket készítettek arról, hogy egy-két és háromdimenziós modelleket, hogy a Föld különböző zónái között, hogy történik a légcsere, függőlegesen, vízszintesen, szélességi körök között, hogy mozognának ezek a füstfelhők. Most ezeket a modelleket tették tovább, és megvizsgálgatják a globális környezetváltozásnak, a felmelegedésnek a hatásait. Na hát, hasonló jellegű hatásokat tud kiváltani egy nagy vulkánkitörés sorozat. Volt vulkáni események, amik nem egy-egy ilyen adott ponton való felpöfögést jelentetnek, hanem... Tessék! Ellencsere. Jó. Egy újabb katasztrófa, igen. Tessék? A Bibliában efrémetek működik? Akkor mint a Duracell nyuszi, most még egy órát tudok beszélni. Tehát voltak olyan vulkáni események, amik több száz négyzetkilométernyi területen hozták fel a lávát, és akkor természetesen ez a légkörbe sok port meg egyéb anyagot vitt ki, illetőleg egy nagyobb kisbolygó vagy üstökös becsapódás is a környéken elporítja a kőzeteket, és ez feldobja a magas légkörbe, és utána hasonló jellegű folyamatok következnek be. Ugye most mindenki azt mondja, hogy a dinoszauruszok kipusztulását 65 millió évvel ezelőtt egy ilyen esemény okozta, valahol Mexikó mellett megtalálták a tengerbe annak a kráternek a nyomát, ami akkoriban csapódott be egy ilyen aszteroida, az felcsapta a magas légkörbe a port. Ugye a magas légkör viszonylag elszigetelt az alsó légkörből, tehát nem esik ki a por, hanem ott szépen kering magasan, és sokáig eltart. Amikor a Krakatau-nak a robbanása 1883-ban sok port fölcsapott a magas légkörbe, akkor szerintem 12 évig csodálatos naplementék voltak, mert a stratoszférában lebegő por a szórodása az izgalmas estéket okozott. Hát minden csak mértéknek a kérdése. Kis mennyiségű az a szép estéket csinál, nagy mennyiségű az pedig teljesen leárnyékolja a napot, és utána akkor elpusztulnak a növények, éhen halnak a növényevők, meg utána a ragadozók is. Vannak olyan kihalások, amiket vizsgálgatnak az őslénykutatók, amikről nem tudják pontosan még, hogy kettő közül melyik okozta, még az is előfordulhat, hogy egyszerre történt viszonylag közel két hasonló jellegű esemény, tehát egy becsapódás miatt csökkent a vegetáció, meg egyebek, és akkor még ráadásul némi sugárzás is megérkezik kívülről. Vannak mágneses pólus átfordulások, amikor lecsökken vagy egyszerűen megszűnik a Földnek a mágneses tere, és akkor emiatt a kívülről érkező ionizáló sugárzás nem térül el a magnetoszférában, nem megérkezik a Földre, és mutációkat vált ki. Ezek mind kombinálódhatnak, tehát egy legyengült élőlény populáció, még egy nagy adag sugárzás érkezik az űrből, hát akkor annak annyi. Voltak olyan esetek, amikor a földi biomasszának több mint 90%-a elpusztult, tehát lényegében kihalt az élet, nyilván maradt a
tengerekbe, azok jobban megúszták, ott a sugárzástól is védettek egyebek, és aztán nagy levegőt kellett venni, és újra kellett kezdeni. Vannak olyan számolások, hogy akkor éppen meglevő fajoknak a 90%-a is elpusztult, tehát darabszámra is nagyon sok élőlény, meg a változatosság is jelentősen lecsökkent, mert a meglevő fajoknak jelentős része elpusztult. Nyugodtan el lehet képzelni olyasmit, hogy egy kicsit intenzívebb katasztrófában az egész élet elpusztult volna, és akkor hogy annyira visszavetődik, hogy olyan kevés maradt, hogy abból már nem tudott volna újra feltápászkodni. Megint csak arra kell gondolni, hogy más bolygókon hasonló jellegű folyamatok zajlanak le. Lehet, hogy ilyen jellegű katasztrófák az egész életet elpusztítják, nekünk meg egyszerűen szerencsénk volt. Sok ilyen katasztrófának a nyomát találták meg már a biológusok, lehet követni a fajoknak a fejlődésében, hát eddig megúsztuk és szerencsénk volt. Aztán voltak kisebb jellegű katasztrófák, mint a jégkorszakok, ami ugye azt jelenti, hogy bizonyos helyek azért élhetőek maradnak a bolygón, csak egy kicsit odébb kell költözni. És volt a legnagyobb környezetszennyezés, erről majd mindjárt lesz szó, az az oxigénmérgezés volt, ami az akkori élőlényeknek tényleg a legnagyobb részét megölte. Mindenesetre az ilyen katasztrófákhoz, hogyha tudunk alkalmazkodni, akkor nyertünk, és hát ugye ez az evolúciónak a lényege. Az evolúció az matematikai tény. Mostanában sokan próbálnak vitatkozni mindenféle vallási, meg egyéb alapon, meg másnak álcázva az evolúcióval. Egyszerűen a matematikai állítás, hogy a következő három dolog fennáll, akkor evolúció lesz. Olyan objektumok kellenek, amik továbbadják a tulajdonságaikat, tehát átörökítik, valamilyen absztrakt értelemben vannak utódaik. Ez a továbbadás, ez nem tökéletes. Nyilván, hogyha copy-paste, stb., akkor az ugyanolyan, mint ami volt. De hogy az átadásnak a mechanizmusába hibák léphetnek, akkor valamilyen értelemben mutáció jelenik meg, és van egy kiválasztási folyamat, olyan értelemben, hogy nem maradhat mindegyik életben, hanem bizonyos teljesen önkényes alapon szelektálunk közülük. Ennek a három dolognak a fennállása esetén megindul az evolúció. És nyilván a földi életben, és mindenhol máshol, ahol az eddig elmondottak alapján valamiféle kémiai rendszereknek a változatos sokasága fennáll, ott megindul az evolúció. Evolúciót lehet csinálni absztrakt objektumokban, tehát például a számítógépes programok között rendeztek ilyen versenyeket. Számítógépekben folyik evolúció, úgyhogy programkódban mesterségesen mutációkat hoznak létre, és akkor valamilyen alapon válogatnak közülük, és egészen döbbenetes módon fejlődnek ezek tovább. Néhány napos futás után már a programozójuk se ismer rájuk, annyira megváltoztak. Szóval ilyen értelemben az evolúciónak a létén kár vitatkozni, mert egyszerűen ez matematikai tény. Nem olyan értelemben folyik a verseny, ahogy azt annak idején, amikor először gondolkodtak, kitalálták, hogy a Lamarcknak volt az ötlet, hogy a zsiráfnak azért hosszú nyaka, mert nyújtózkodott sokat, hogy elérje a fára leveleket, és akkor neki hosszabb lett a nyaka, és akkor a gyerekének már még hosszabb volt, és az akkor megint tovább nyújtózkodott, és így lett egyre hosszabb. Tehát nem egy céltudatos változás, hanem a mutációk véletlenszerűek, pozitív-negatív irányba teljesen semlegesen megjelennek a változások, és utána a környezet kiválogatja. Az, hogy éppen melyik marad életben, az nem azon múlik, hogy ki a szebb, vagy ki a jobb, hanem az adott környezethez mi melyik alkalmazkodik. Az egészet természetesen az bonyolítja, hogy az adott környezethez hozzátartozik a többi élőlény is. Tehát ahol éppen vannak ragadozók, vagy bizonyos fajta ragadozók, akkor az adott növényevők közül azok maradnak életben, amik azokat túl tudják élni, és viszont azok a ragadozók, amik az adott típusú növényevőket meg tudják enni. Tehát nem egy absztrakt és eleve adott külső környezethez kell alkalmazkodni, mert akkor hamar bekonvergálna a dolog. A földi élet evolúciója az nagyban hozzájárult az, hogy olyan értelemben is állandóan változott az evolúciós cél, hogy azt a többi a környezetben levő élőlény alakítja, és ezért sose tud beállni egy végleges és standard állapot, hiszen egymáshoz együtt fejlődnek ezek a lények. Amikor megindult az egész, akkor ugye az előbb még addig követtük a sztorit, hogy molekuláris evolúciódott, meg voltak mindenféle viszonylag bonyolult szerves molekulák, és ezeket külső ingerlések, meg egyebek fürdették az egészet ugye a külső energiaforrásban.
Mi kell ahhoz, hogy ebből valamennyire élet legyen? Hát arról beszélünk, hogy az egyik a másiknak utód. Egyik molekulának nincs papája, az nem tudja továbbadni a tulajdonságait. Bizonyos speciális molekulák kellenek, amik egyrészt információt adnak tovább. Ma ezt a DNS látja el, tehát az előző generációnak az információját tovább kell adni a következő generációba. Másrészt pedig a kémiai folyamatokat katalizálni kell, ez pedig ma a fehérjék látják el. Nagy vita folyt sokáig, és még ma sem ült el egészen, hogy melyik volt előbb. Most már nem a tyúkról meg a tojásról van szó, hanem a DNS-ről és a fehérjékről. A mai fehérje szintézist ezt a DNS-ben tárolt információ alapján csinálják az élőnek, viszont a DNS-nek a replikálása és továbbadása az meg fehérje katalizéssel történik. Hát akkor melyik volt előbb? A megoldás valószínűleg az, hogy voltak olyan molekulák, amik a mai transfer RNS-ekhez hasonlítanak, és ilyen Loehr alakú molekulák, amik egyszerre tudják mind a kettőt, tehát ők katalizátorok és információtárolók is egyszerre. Valószínűleg ők voltak azok, hogy ehhez hasonló jellegű molekulák voltak, ezek a kezdeti molekulák, amik ezt a kétféle tulajdonságot egyszerre ellátták, és aztán később ezekből vált ketté, és specializódott a kétféle funkcióra alkalmas molekula. Úgy tudom, itt az egyik előadásom majd ezzel kapcsolatos új felfedezések az RNS világról, ami a DNS világot, a DNS és fehérje világot megelőzte, az RNS világgal kapcsolatos új felfedezésekről is szó lesz. A katalízisről már volt szó, tehát bizonyos kémiai reakciókat elősegítenek más molekulák. Az alaptrükk, ami valószínűleg a stabilan fennálló és fejlődő objektumokat létrehozta, az autokatalízis. Autokatalízisnek az olyan kémiai folyamatokat hívják, amikben bizonyos résztvevő molekulák a saját replikátumoknak, a saját másolatoknak a létrejöttét tudják katalizálni. A legismertebb az, hogy a DNS-en másolódik egy másik DNS, de hát ez már egy viszonylag bonyolult és hosszú fejlődési folyamatnak a vége. Két ilyen alapelmélet is van erre, az egyik a Ganti-Tibor féle Chemoten elmélet, a másik pedig Eigennek a hiperciklus elmélete, lényegében ugyanazt mondják kicsit másképpen. Nagyon sematikusan a következőt lehet elképzelni. Ezek a fekete pöttyök, ezek bizonyos típusú molekulákat jelentenek, és ezek a nyilak pedig kémiai reakciókat. A zöldek azok belépő környezeti anyagok, tehát ez a piros, ez itt reakcióba lép a tehát ez az anyag reakcióba lép a zölddel, és kidob valamiféle mellékterméket, és átalakul a következő fajtává. Tehát konkrét ilyen reakcióciklusokat az ember ismer. Megy tovább körbe a reakció, és bizonyos folyamatnál hirtelen két olyan molekula jön létre, mint amiből kiindultunk. Ehhez hasonlót láttunk. Ez az ábra egyszer már szerepel, csak ott más volt ráírva. A szénciklus a csillagokban. Ott nem kémiai reakciókról volt, hanem atommagreakciókról. Ott elindultunk, vagy ott volt egy szénatom, ami körbe ment, és akkor ott kicsit másképp, nem két szénatomot gyártottunk, hanem hidrogénatommagból héliumatommag jött létre, de ott is egy ilyen körfolyamat volt. Ilyen körfolyamatokkal lehet találkozni. Például az ember elmegy valamiféle biokémiai intézetbe, akkor biztos lehet látni ezt a hatalmas nagy ábrát, ami több száz molekula van lerajzolva, és köztük reakcióciklusok. Az egyik például a sejtekben végbe menő légzési ciklus, aminek a felderítésében például a Szent Györgyi Albertnek nagy szerepe volt, vagy másfajta olyan biokémiai ciklusok, amiket tényleg hát részletenként kiderítettek. Nyilván ezek nem térben elkülönülve mennek. Nem arról van szó, hogy ez odébb megy, aztán ott történik vele valami. A földi kémiai intézetekben ezt úgy csinálják, tehát a vegyi gyárakban átfolyik a szomszédtartályból, megint hozzáöntenek valamit, átalakul, tovább folyik, elpárologott, vagy lerakodott a melléktermék, átfolyatják a másik tartályba, ott megint történik valami, tehát térben elválasztva. A sejtekben, ez hát úgy lögyben megy végbe, jöttek mostanában derítik ki, hogy például a térbeli elválasztást az mindenféle hártyák, felületek okozzák, egyik helyen ez történik, másik helyen az, de annak idején nyilván nem volt még elválasztva, az egész oldalban zajlott le, egy-egy molekula reagált egy másikkal, átalakult harmadiká, és akkor ez csak egy ilyen elvi jellegű ciklus. Az a lényeg, hogy egy A-típusú molekula, mind input megjelent,
hozzá mindenféle frincfrancot hozzáadtunk, végül két darab A molekula lett, meg még egy csomó dolog, amit kiköpött a rendszer. Ezt hívják autokatalízisnek, tehát az A molekulának a jelenléte az újabb A molekuláknak a létrejöttét katalizálja. Ez az alapfolyamat. Na most ez még nem sejt, nincs is térben elkülönítve, ez úgy oldatban úszkál, erre mondja Gánt, hogy ezek a fluid automaták. Tehát tessék elkezdeni egy robotot, ami oldva van. Szóval, úgy nehéz vele beszélgetni, meg egyébként, de minden esetre ez már valamennyire működik. Miért jó egy ilyen autokatalízis? Nagyon izgalmas dolgok vannak, következőnek lehet utána gondolni. Molekuláris szaporodási stratégiákról van szó, megint nem kell messzire. Képzeljük el, van bizonyos típusú molekula, aminek a számának az időbeli változását szeretnénk követni. A grafikonokon erre megy az idő, és függőlegesen az, hogy mennyi molekula van. Ilyen egyszerű differenciál egyenletek írják le, tehát az időegységenkénti változását szeretnénk kiszámítani a molekuláknak. Az egyik eset például, amikor felületi katalízis van. Adott felületen időegységenként létrejön valamennyi molekula. Nem függ semmitől. Ott a felület időegységenként ennyit tud legyártani. Tehát az, hogy mennyi jön létre időegységenként, az egy adott konstans. Mi történik? Lineárisan fog nőni a molekulák száma, kétszer annyi idő, kétszer annyi lesz belőle. A másik az exponenciális folyamat, amikor a fejlődés üteme attól függ, hogy már mennyien vannak jelen. Baktériumok osztódása, vagy például a rádióaktív atommagoknak a bomlása az ilyen jellegű folyamat. Ha kétszer annyi baci van, akkor időegységenként kétszer annyit fognak gyártani. Ötszer annyi baci van, akkor időegység alatt ötszer annyi jöhet. Az új egyedeknek a száma arányos azzal, amennyi jelen van, hiszen azok hozzák létre. Ugyanígy, amikor bomlás van, akkor ide negatív előjelet ír az ember, és akkor exponenciális csökkenést látunk. Atommagok fele időegysége alatt elbomlik. A maradéknak a fele a következő időegység alatt elbomlik. És akkor egy csökkenő folyamatról van szó. Ez az exponenciális folyamat. Van még egy még izgalmasabb, a hiperbolikus folyamat. Ezt bonyolultabb módon lehet modellezni, de úgy néz ki, hogy ide N négyzetet írunk. Tehát a szaporodás üteme az attól függ, hogy mennyi van már jelen, de a négyzetétől függ. Mit is jelent ez? Kémiai reakciókban akkor jelenik meg ott az a négyzet, amikor a két molekulánk találkozni kell. Ahhoz, hogy létrejön egy kémiai reakció, mivel arányos ennek a valószínűsége? Milyen sűrűn van az egyik típusú molekula? Milyen sűrűn van a másik típusú molekula? Ennek a szorzatától függ az, hogy milyen valószínűséggel találkozik a két molekula, és aztán lesz belőle egy újabb. Hogyha a két molekula ugyanaz a fajta, hát akkor a szorzat az itt négyzetet jelent. Tehát, hogyha sűrűbben vannak az adott típusú molekulák, akkor négyzetesen nagyobb a valószínűsége annak, hogy találkoznak. Ebben az esetben döbbenetes módon ez a folyamat ez nem exponenciális, hanem hiperbolikus, ami azt jelenti, hogy véges idő alatt eléri a végtelent. Tehát ez egy hiperbol, ami meredekebb, mint az exponenciális. Az exponenciális az nő tovább, ez itt írtam fölcsap. Nyilván ez nem történhet meg, mert véges idő alatt nem lehet elérni a végtelent. Mit nem vettünk figyelembe egy ilyen a modellben? Az, hogy hát nem lehet a végtelenségig nőni. Mert honnan nő az egyet például? Megzabálja a környezetét. Ezért korlátozott életteret kell figyelembe venni. Azt lehet mondani, hogy az ott környezet csak bizonyos számú élőlényt tud eltartani. Ennél följebb nem mehet a folyamat, akkor egyszerűen döglenek, nem maradott semmi. Most ezeket az egyenleteket, amik itt föl voltak írva, lehet úgy módosítani, hogy az ember beleírja, amikor közeledünk ide az élettér eltartási maximumához, akkor ide valami negatívat be kell írni, hogy hoppá, azért fékezi a csökkenő kaja mennyiség, fékezi a szaporodás ütemét. Tehát valahogy elképzel az ember, hogy így be fog konvergálni a élőlények száma maximumhoz. Ez olyan magától értetődő, ezt is a 70-es években kezdték vizsgálgatni, egyebek között magyar fizikusok és matematikusok is. Kiderült, hogy bizonyos esetekben így szépen növekszünk, aztán elérjük a maximumot. Más esetben az élőlények túlnőnek a maximumon, és akkor egyszer csak elkezdenek éhen halni. És akkor a folyamat ahelyett, hogy szépen beállna a maximumot, elkezd itt körülte csapkodni, össze-vissza ugrándik. Bizonyos élőlényekkel ez történik.
lemmingeknek a túlszaporodásról mindenki hallott. Hirtelen, de rovarokkal és patkányokkal is előfordult már ilyen. A eltartó képességnek a többszörösére megnő a számuk, aztán utána csökken, és hogy előfordulhat az, hogy idáig leesik. Számítógépen az ember szimulálja, akkor időnként lehet egy rossz programnál látni, hogy a szigeten mínusz 0,2 nyúl van, meg ilyesmi. Hát ez a valóságban nem szokott előfordulni. Ha a görbe lemegy a nullába, akkor mindenki meghalt, aztán kész, és akkor vége az egésznek. Az emberiség pillanatnyilag itt tart. Vagy hogy megy tovább a görbe, az rajtunk múlik. De minden esetre nézzük meg ezeket a folyamatokat, hogy mi történik akkor, hogyha egyrészt korlátozott az élettér, másrészt két ilyen objektum jelenik meg. Tehát van két versengő fajta, ugyanazt a anyagot eszik, tehát ugyanott szeretnének éldegélni, különböző szaporodási stratégiák esetén. Megint ez matematika, az ember megoldja ezeket az egyenleteket úgy, hogy most két élőlény fajta van, és korlátozott az élőlény élettér. Hogyha lineális a szaporodás, akkor egyszerűen megosztják az életteret, ebből is lesz valamennyi, abból is lesz, és a kettőnek az aránya azon múlik, hogy melyik milyen gyorsan szaporodott. Amikor exponenciális a szaporodás, akkor ugye miben különbözhetnek? Itt van egy ilyen együttható, hogy mind a két lénynél arányosan már jelenlévőknek a számával az, hogy milyen gyorsan szaporodnak, de az egyiknek gyorsabb a nagyobb az alfája. Mit jelent az, hogy nem két óránként osztódnak a baktériumok, hanem csak másfél óránként, akkor nagyobb az alfa. Az történik, hogy ilyen versenynél a gyorsabban szaporodó egyet egyszerűen kiszorítja a másikat. Kevés volt a B, de gyorsabban szaporodik, és a végén csak a B fog uralkodni, az A élőlény típus kihalt. Ugyanez a helyzet a hiperbolikus szaporodásnál is. Könyörtelen verseny van, ez a folyamat, ez békés egymás eletéréshez vezetne, a másik két esetben az új, gyorsabban szaporodó egyet kiszorítja a régit. Ez idáig oké, de most nézzük meg, mi van, ha fölbukkan egy harmadik egyed, harmadik típus, egy ilyen szuper, még gyorsabban szaporodó egyet. Itt már elindult ez a folyamat, már nagyjából beállt az egyensúly, megjelenik egy harmadik C, aki még gyorsabban szaporodik, elosztják egymás közt az életteret, és mind a három ott van békésen egymás mellett élnek. Az exponenciális szaporodás esetén az a helyzet, hogy a B már legyőzte az A kihalt. Megjelenik a C, aki még gyorsabban szaporodik, kipusztítja a B-t, és onnantól kezdve csak C van. Ezzel szemben a hiperbolikus szaporodásban hiába jobb a C, megjelenik a C, egy ugye mutáció létrehozott egy gyorsabban szaporodó fajtát, megjelenik, aztán szépen kihal. A monopólium eltapossa a trónkövetelőt. Ez matematikai tény. Tehát egy hiperbolikus szaporodás esetén hiába, egyszer az egyik már megette az egész életteret, hiába jelenik meg egy még jobban működő faj, ez nem tud elszaporodni. Ilyesmit az emberi találmányok köréből tessék Egelinél elolvasni, ugye, hogy akik feltalálták a vákuumenergia szívását, azokat eltaposta az olajmaffia, stb. Mindenféle rémtörténet van. A új és jobb dolgok nem tudnak elszaporodni, mert a monopólium uralja a területet. Hát ezt az ember ösztönösen utálja, pedig kiderül, hogy ezen múlik az evolúciónak a hajdani megindulása. Ez, amit úgy mondjuk, az evolúció konzervativizmusa. Nagyon furcsán hangzik, mert hát a fejlődés, stb. Szép haladó fogalom, mi az, hogy ez konzervatív. Ha egyszer valami már bevált, és jól működik, akkor nem engedi elszaporodni a még jobban működőket. Feltéve, hogy ezzel a hiperbolikus szaporodási stratégiával működik, tehát ez az egyenlet írja le a szaporodást. Mi kell ahhoz, hogy ez írja le? Két együttműködő objektumnak az együttese. Mi ez a két együttműködő objektum pillanatnyilag? A DNS és a fehérje. Tehát az információs és a katalizáló rendszernek az együttese, ezek kölcsönösen segítik egymást, összezárnak, és nem engednek további trónkövetelőket elszaporodni. Ilyenkor a bevált, de nem tökéletes tulajdonságok befajtnak. Hiába lenne ez a CS sokkal jobb, nem fog elszaporodni, nem fog győzelemre jutni. Ennek az egésznek mindenféle érdekes következményei vannak, illetve nyomai.
Ha az ember megnézi például a genetikai kódot, és az a genetikai kód, ugye mindenki tudja, hogy a DNS-ben vannak ezek a bizonyos betűk, 4 bázis, A, T, U, G és C rövidítéssel, és ezekből 3-mal lehet kódolni egy adott típusú aminosavat. Tehát leolvasunk a DNS-ből 3 betűt, van egy táblázat, annak alapján kikeressük, hogy melyik aminosavat kell beépítenünk, és akkor egy kémiai mechanizmus, akkor azt oda teszi, mint egy szerelőszalaghoz, leolvastuk a tervrajzol a 3 betű szót, előveszük a megfelelő fehér alkatrészt, oda tesszük, következő 3 betű szó, következőt, és összeszereljük a fehérét. 4 betűs kód, és abból 3-at kell, tehát akkor az 4x4x4x4, az mennyi? Ennyi félét lehetne, vagy a 3 betűs kód, 4x4x4, az 64. 64 különböző aminosavat lehet így kódolni. Ezzel szemben csak 20 aminosavat használ fel az élet. Nem tökéletes, nem használtuk ki a rendszert. Hát ugye itt van egy ilyen kódolási rendszer, és nem gazdaságos. Hát akkor ezt tömörebben is lehetne kódolni. Hogyha az villamosmérnök tervezte volna a DNS-t, akkor biztos másképp kódolta volna, mert ők megtanulták Shannontól, hogy kell gyorsan kódolni. Ráadásul előfordulnak olyasmik, hogy több különböző ilyen 3 betűs valami ugyanazt a aminosavat kódolja. A rendszer működik, de nem tökéletes. Mi történt? Annak idején, amikor ez kialakult, akkor voltak mindenféle versengő kémiai mechanizmusok, és az egyik, ez nagyon jól működött, és 2 dolognak a együttműködésén, tehát egy ilyen kódolórendszer, meg egy fehér rendszernek az együttműködésén alapult, hiperbolikusan elszaporodott, és utána hiába találtak ki más élőlényeket, találtak ki, tehát mutációk kialakítottak új, még jobban működő, hatékonyabb eljárásokat, azok nem bírtak elszaporodni. Ez a nem tökéletes, de működő rendszerbe fagyott. A emberi technikából is vannak ilyenek, ugye, mindenki géppel, most már nem azt mondom, hogy írógéppel, hanem számítógéppen. Miért van az, hogy Q, V, E, R, T, stb. Miért pont így vannak az írógépben? Valamikor régen, az első írógépeknél, akkor még nem voltak tökéletesek azok a mechanikus valamik. Ha 2 szomszéd billentyűt leütöttünk egymás mellett, akkor összeakadtak. Ez ugye, mikor volt az 1800-as évek közepén, Magyarországon nem sem, én még gépeltem ilyen írógépen, ami meg így összeakadt, és akkor cikki az ember piszkálgathatja azokat a valamiket. Ezért azt okoskodták ki, hogy azok a betűk, amik az angol nyelvben gyakran jönnek egymás mellett, azok jó messzire kerüljenek a billentyűzeten, tehát itt leütöm az egyiket, aztán ott leütöm, és mire ez oda megy, addigra visszaugrott a másik, akkor nem fognak összeakadni. És így alakult ki ez a kvert, stb. Billentyűzet. Ennek néhány verziója előfordul, magyarban az E meg az Y másképp van, mint az angolban, a francia billentyűzeten meg az A meg a Q van, még jól összekeverve, ami ahhoz képest, de van néhány, de lényegileg kialakult valamikor az 1800-as évek vége fele ez a rendszer. Aztán továbbfejlesztették a mechanikus írógépeket, és már nem akadtak össze ezek. Nem Magyarországról beszélek. Már nem akadtak össze ezek a vackok, de addigra már kismillió gépíró, ő megtanulta is vakon, és már tudták, hogy melyik hol van, és ő nekik már nem lehetett azt mondani, hogy most már ne így csinált. Amikor a számítógépes billentyűzetek elterjedtek, nem tudom, láttak-e még őt, akkor ABC-be rakták rá a betűket. Most itt ezek már nincs semmi mechanikus, nincs, ami összeakadjon, és az összes titkárnő elkezdett egyszerre sikítani, tessék elképzelni, 3 millió titkárnő folyamatosan sikít, hogy hát azt pedig ő nem fogja megtanulni, tudja, hogy itt a Q-nak kell lenni, ott meg az I-nek, tessék visszatenni. Néhány év után a következő billentyűzet úgy maradt. Amikor majd a fekete lyukak környékén mennek a Star Trekbe, akkor is tessék megnézni ott az űrhajókon, ugyanez a billentyűzet lesz, ugyanezekkel a betűkkel, pedig már abszolút semmi mechanikus, de így maradt, befagyott, működik, elszaporodott, rengeteg együttműködő organizmusnak az együttese tartja fenn, nem lehet megváltoztatni. Monopólium, hiperbolikus szaporodási stratégia. Befagyott. Ugyanilyenek vannak, szanaszét a technikában, mindenfelé a
az életben éneket tapasztalunk. Hogy lehet mégis tovább fejlődni, amikor befagy? Az evolúciónak ez a lényeges tulajdonsága, hogy egy adott dolog befagy. Mégis tovább tud fejlődni. Bizonyára többen ismerik tévéből Csányi Vilmos etológust, ő dolgozta ki az evolúció általános elméletét, és az egyik munkatársával matematikai formába is öntötték. Na, ennek alapján lehet erre választ adni, majd mindjárt vissza fogunk erre térni. A földi sztori, nézzük egy kicsit, hogy is történhetett. Az előbb már mondtam azt, hogy nem tudjuk pontosan, hogy hol zajlottak le a Földön ezek a kezdeti lépések. Az ősi molekula felhőből bekerült a üstökösökkel vagy egyebekkel a Földre a sok szerves molekula. Óceán partján, agyagásványokban, kőzetekben, füstölökben megindultak ezek a folyamatok. Ugye a külső energia, ultraibai sugárzás, villámcsapás, stb. Melengedte az egészet, még a Föld belső hője. Bizonyára sokan ismerik azokat a kísérleteket, 1953-ban csináltak olyan modelleket, hogy létrehoztak egy ilyen ősföldet Lombikba, tehát olyan folyadékot, amiben oldva voltak ezek a mindenféle szerves lötyök, és fölötte olyan gázok, amik akkor hipotézis szerint az ősföldnek a légkörét alkották, metán, ammónia, stb. És meg, hát villámok helyett némi elektromos kisülés volt, némi föld belső hője helyett bunzenégő, kisiparilag ultraibai sugárzás, aztán utána pár nap után szétszették és megnézték, hogy mi van benne, hát találtak aminosavakat, cukrokat, stb. Tehát azokat a szerves anyagokat, amik a mostani élőlényeknek, a bonyolultabb molekuláinak a elemi alkotó részei. Az ember azt gondolja, hogy na még egy-két napig forraljuk, aztán a fehér aminosavokból összeállnak a fehérék, ha még egy kicsit várunk, akkor ki is mászik a lombikból. Hát ez azért nem történt meg azóta se. De mindesetre a kezdeti lépések így megindultak, tehát a viszonylag bonyolult szerves molekula töredékek, ezek nagyon hamar létrejöttek. Na itt jön az a következő lépés, aminek a részleteit nem tudjuk, csak mindenféle hipotézisek vannak, hogy agyagásvány, stb. Kőzetfelszíni, stb. Katalízis lépések, és evolúciós más például az árapályerők, stb. Hatására bekövetkező periódikus kiszáradás, stb. Megindította ezt a további molekuláris evolúciót. Elérkeztünk odáig, amikor aztán megindult az autokatalízis. Mi a baj ezzel a löttyel, hogy agyagásvány, stb. Katalízis? Nagyon sokféle anyag jön létre. Nem mondhatjuk azt, hogy ennek a molekulának az a lánya vagy utóda. Amik itt létrejönnek, azok instabil vegyületek, hiszen könnyen kis energiabefektetésre szét lehet őket piszkálni. Ráadásul az egész oldva van. Hát mekkora az az élőlény? Az egész óceán. Huszkászana szét az a sok molekula. Nem mondhatom, idáig tart az élőlény. És össze-vissza mutálódnak. Tehát ide megy, megváltozik, a következő ebből létrejött másik molekula már nagyon más. Egyszer csak véletlenül létrejöhetett egy olyan jellegű reakció, amit egy ilyen, ez a korábban lerajzolt ciklusnak a rövidítése, tehát egy ilyen autokatalitikus ciklus, ilyenek spontán létre tudnak jönni. Két ilyen molekulának az együttműködése, mindenféle egyéb külső valamikkel, mind a kettőből kettőt hozott létre. Lényegében ma azt mondjuk, hogy a nukleonsav meg a fehérje, hát ennek valamilyen őse lehetett. Egy ilyen rendszer már hiperbolikus szaporodásra képes, ez megint matematikai tény. Tehát amikor két ilyen objektumnak az együttműködése mind a kettőnek a létrejöttét katalizálja, akkor már az a differenciál egyetérvényes, amit az előbb felírtam. És egy ilyen, hogyha egyszer már van és működik, akkor már slussz, vége a versenynek, ez mint hiperbolikus monopólium kiszorítja a többit, utána már más nem rúg labdába. Tehát amint az első ilyen valami létrejött, akkor ez győzött. Az egész olyan értelemben bonyolult, hogy nyilván ez az egész folyamat egyszer a Földön szanaszét zajlott különböző helyeken. Tehát elképzelhető, hogy ilyen monopóliumok különböző helyeken létrejöttek, aztán valahogy terjeszkedve találkoztak. Amikor a Gazprom összefut a szaudaiakkal meg egyebek, szóval akkor mindenféle határvillangások lesznek. Végül durván az egyik kiszorította a másikat. Annak, hogy több különböző monopólium is volt annak idején, annak az egyik nyoma például az, az előbb mondtam, hogy a genetikai kód,
az egy ilyen befagyott, nem tökéletes, de azért mégis jól működő, és az, máig megmaradó emlék ennek a korszaknak. Tehát nincs tökéletesen kicsiszolva, de amint már működött, úgy maradt. Genetikai kód univerzális. Az összes élőlényben mindenhol ez van. Tehát a fáktól kezdve az emberig legkülönbözőbb szintű élőlényekben mind ugyanez működik. Van végig egy verzió a mitokondriumokban, ami bizonyos sejtszervecskék, amiknek saját DNS-e van, arról majd mindjárt lesz szó, abban egy picit néhány helyen más a genetikai kód. Ez azt jelenti, hogy annak idején több ilyen monopólium működött, ugye bizonyos különböző helyeken kezdtek fejlődni, tehát több különböző genetikai kód volt. És az egyik letarolta a többit, mert ma már csak az van, bizonyos speciális helyeken, zárványokban megmaradt. Nem tudom, van valakinek ilyen, nem tudom, kunságtel vagy egyéb előfizetése, UPC meg egyebek mellett azért azok még egyelőre fennmaradnak valamilyen értelemben. Tehát bizonyos, miért beszélünk a mitokondriumokról külön, bizonyos helyeken fennmaradtak a másfajtáknak az elszórt nyomai. Mindenesetre, amint kialakult egy ilyen hiperbolikus szaporodási rendszer, attól kezdve az dominánssá vált, és az evolúció befagyott. Miért nem áll meg az evolúció? Itt jön a Csányi-féle elmélet. Azt mondja, hogy amikor létrejön egy ilyen újfajta replikátor, tehát itt egyről arról van, hogy egy molekula ismétli magát. Most már nem egy molekula, hanem ez a komplett rendszer. Ez az egész valami egy új egységként működik. Ennek a belső struktúrája az már megmarad, az nem változik tovább. És az ilyen objektumok egy új szinten egy új egységet képviselnek, és most már ezek versenyeznek egymással. Már nem fogják változtatni a genetikai kódot, az, hogy az hogy csinálja, hogy hogy írja, hanem már azt abban versengenek, hogy mit írnak le. Stimmel? Az írógépek azok már maradnak. Most már a kémjelentések versenyeznek egymással, amit az írógépekkel írunk. Okay? Tehát egy újabb szintre lép az evolúció, az eddigi vívmányunkat megőrizte, és ami ebből létrejött, az már egy új egység, és az ilyenek fognak egymással versenyezni. Ez aztán később többször megismétlődött. Amikor a sejtek versenyeztek, aztán akkor a sejtekből létrejöttek a több sejtűek, akkor már azokon belül már nem változtatjuk azt, hogy a sejtek hogy kapcsolódnak egymáshoz, hanem akkor már egymást teszik a nagy dögök. Tehát így megy tovább a verseny, a addigi szint fölé lépünk, és úgy megy tovább. Itt például mi volt a következő lépés? Nagy valószínűség szerint a sejthártyának a létrejött. Eddig az egész az oldva volt, rögyben. Szétúszhattak az egyes részek, és akkor megszűnik, hogy például nem volt ott az egyik nyersanyag, akkor leállt az egész folyamat. Valamelyik melléktermék egy ilyen autokatalikus reakciónak az ilyen zsírszerű, lipidszerű anyag volt, a lipidek azok hártyákat tudnak képezni. Gánti Tibor ezt részletesen kidolgozta, hogy a lipidekből létrejött a sejthártya, és előfordult az egész löttyös rendszert, ami ott volt, azt beburkolja egy zacskószerű molekularéteg. Most hát véletlenszerű, hogy mennyi került bele. Ezt megint matematikailag lehet modellezni, hogyha szerencsénk van és jó összetételből indulunk ki, akkor különböző helyeken másképp csomagolódott be, köztük kialakulhatott olyan, amiben éppen megfelelő mennyiségű került a különböző anyagokból, akkor az egész úgy tudja magát reprodukálni, hogy miközben megkétszerűződik a genetikai anyag, meg a fehéreszerű anyag, ugyanakkor megkétszerűződik a megfelelő lipid mennyiség is, és utána, hát ezek a lipidhártyák, ezek mindenféle DNS nélkül, egyebek nélkül is képesek ilyesmire, mint a szappan buborék, hogy így ketté válnak, és két kisebb buborékot képeznek, belségben megint elkezd szaporodni, ők nőnek, ketté válnak, ilyeneket a laborban már modelleztek már az 50-es években is. Tehát ez egy lényegben mechanikus folyamat, hogyha éppen ez a lipid anyag egy ilyen autokatalitikus reakciónak a mellékterméke, akkor az egész együttesen tud tovább szaporodni, mert az is bekódolódik most már abba a örökítő anyagba, hogy éppen megfelelő mennyiséget és megfelelő típusú lipidet kell gyártani. Így lényegében elérkezünk a legegyszerűbb sejthez, ez amit Gánti kemotonnak nevez, tehát hogy lényegében az életnek az atomja, egy ilyen minimális kémiai rendszer, ami már térben elkülönülve önmagát képes
reprodukálni, és ugyanakkor mutációkra is képes, tehát megvan még a lehetőség arra, hogy megváltoztassa azt, hogy miféle anyagokat hoz létre, tehát előtte áll az evolúciós fejlődésnek a matematikai lehetősége. És innen akkor már megindulhat tovább az evolúciós fejlődés. Például az életnek az egyik trükkje, az olyan genetikai sodródás. Ez itt mondjuk a DNS-nek a szárja. A DNS-nek jelentős része az nem kódol semmit. Talán többen olvasták, terjed az interneten, megfejtették a DNS-t, és akkor következő leírás. Azt mondja, fül, három molekulának a vegyére aztán. Tehát Joe, ez most nem tetszett, legközelebb majd átírom. Különböző programnyelvekben ilyen keresztek vannak előtte, tehát a nem informatív kódok, ahol megjegyzéseket lehet leírni, hogy a programozó miért írta ezt, és akkor még nőügyeket is megtárgyalnak, egyebek, stb. Tehát két komoly információ között rengeteg nem kódoló rész van a DNS-ben, bizonyára úgy, mint hát azért olyan szép hosszú a Windows-nak a programja is, mert abban még repülőgép szimulátort is beleprogramoztak, hát lehet, hogy a DNS-ben is van ilyesmi, meg kell fejteni ezeket. A nagy része üres, és néhány százalék az, amit ténylegesen kódol. Mostanában azon töprengtek, hogy rájöttek, hogy azok a nem kódoló részek is fontosak a későbbi fehérje szintézis szempontjából, tehát ők nem fehérjét kódolnak, hanem abba szólnak bele, hogy később mikor melyik részt aktiválja, ez tavalyi fejlemény, tehát ez ügyben most még lehetnek újabb változások. Az minden esetre tény, hogy a DNS nagy része nem kódol. Amikor jönnek a mutációk, azok véletlenszerűen érik a DNS, például a külső sugárzás vagy kémiai beállítása, hogyha egy kódoló részen történik változás, akkor az vagy jó, vagy rossz. Tehát vagy három fülre lesz, vagy egy se, vagy jobban hal, vagy rosszabbul. Nyilván a Murphy törvény alapján inkább a rosszabb verziók szoktak megvonni. Ha itt történik egy változás, az nem jelent semmit. Mi a nagy része az üres, ezért ott minden további nélkül történhetnek változások. Ezért ugyanannak az eredeti élőlénynek az utódai egyszerűen szétfejlődnek, anélkül, hogy ez makroszkopikusan vagy az egyedekben megnyilvánulna, mert a DNS-nek a nem kódoló részein megváltozhatnak. No, de hogyha a környezet változik, akkor előfordulhat, hogy a DNS elkezdi kihasználni azokat a részeket, ahol ott a véletlenszerű krix-krax van beírva. És lehet, hogy az a krix-krax az érdekes lesz, mert azzal újfajta fehérjéket lehet kódolni, stb. Mert lényegében létrejött egy genetikai változatosság. A nem kódoló helyekre különböző hülyeségek vannak írkálva, és amikor később megváltozik a leolvasandó információ, akkor némelyiknél oda értelmes versek vannak írva, és akkor azt kihasználja az élet. Ez a mechanizmus például működik, ezt kimutatták a genetikusok. Ez például az egyik lehetőség arra, hogy sokféleség legyen. Eddig a szintig viszonylag hamar eljutott az élet. Tehát az, hogy most minden élőlénynek egyforma a genetikai kódja, egyforma a kémiája, ez azt jelenti, hogy lényegében egyetlen egy ilyen ős élőlénynek az utódai vagyunk, ezt nem egy sejtnek kell képzelni, hanem egy adott helyen kialakult ilyen kémiai rendszer. Vagy úgy, hogy hát ez megette, vagy mondjam, oldatban feldolgozta a többi máshol kialakult ilyen rendszert, vagy előfordulhat, hogy beleszóltak ezek mindenféle geológiai, csillagászati katasztrófák, amik a Föld nagy részén elpusztították az életet, és bizonyos helyeken maradtak, akkor még lehet vitatkozni, hogy életben, vagy milyen pre-életben, ezek a kémiai rendszerek, és onnan szaporodtak el később, és az egészet betöltötték. Lényegében ez a rendszer, tehát egy ilyen nukleáris savas kódoló rendszer, némi egyszerű fehérje, katalizátorrendszer, meg egy lipid hártya, ezek a legegyszerűbb baktériumok. Azóta már némileg bonyolultak, de nem sokat. A földi élet történetének nagyon nagy részében ilyen volt a helyzet. A Föld az 4,5 milliárd éves, vagy valamivel több. Fél milliárd évvel a Föld keletkezése utáni már vannak közetek, és abban már ilyeneknek a nyomait megtalálták. Tehát lényegében alig, hogy lehűlt és konszolidálódott a Föld, már kialakult az élet. Ezeknek ugye nincsenek csontjai, meg komolyabb maradványai,
kőzetekben ilyen kis buborékokat találtak, és abban egy kicsit feldúsult szerves anyagot és olyan izotópokat, amik valószínűleg inkább életből származnak, mint nem életből, ezen vitatkoznak. Bizonyára hallották, hogy pár éve találtak olyan kőzetet, ami Marsról származó meteor, és a Antarktiszon megtalálták, és abban is valamilyen nyomokat estek, és azon vitatkoznak, hogy élet vagy nem élet. Tehát nincs vele a személy igazolványa, tehát nehéz belőle kideríteni, hogy mi volt. Ugyanígy ezekben a régi közetekben is ilyesmiket találtak. Vita kérdés, de nagy valószínűséggel az már ilyen élet volt. Utána majdnem 3 milliárd évig ezen a szinten maradt az élet. Tehát ez egy jól bevált rendszer, belepte az egész Földet, minden zugba behatolt, hogyha a felszínen keletkezett az óceánok szélén, akkor később bement a kőzetekbe, mindenhol az egészen elterjedt, és ezen a szinten maradt. Nyilván elváltak egymástól, különböző fajokra szakadt, de minőségileg nem fejlődött tovább sokáig. Ha eljutunk egy olyan bolygóra, ami hasonlít a Földre, akkor igen nagy valószínűséggel nem a ottani civilizációval fogunk találkozni, hanem ezzel a szinttel. Primitív egysejtőek népesítik be az összes lakható löttyöt, valószínűleg rögtön megbetegszünk tőlük, meg egyebek, de nem fognak visszaköszönni. Szóval, ha megint csak valószínűségi alapon, hogyha valaki idejött volna a Földre, a földi föld történetében, akkor a nagy részét ezt töltötte be, hát akkor nyilván nagy valószínűséggel ilyenekkel találkozni, mi is, hogyha máshova megyünk, akkor főleg baktériumokkal fogunk találkozni. Ez a játék később úgy ment tovább, hogy megtörtént a legnagyobb környezetszennyezés. Ezen egysejtőek egy része megtanulta a fotoszintézist. És hát mit esznek ezek az egysejtőek? Részben a környezetnek az őslevesét. Az ősleves az mi volt? Tehát ez a szerves anyagokkal teli löty, ami az óceán volt lényegibe, illetőleg egymást, egy idő után megtanulták egymást enni, tehát valahogy feloldják, kémiai anyagokat feldolgozzák a másiknak. Az már csak későbbi, hogy még csámcsónak is hozzá, tehát ilyen mindenféle mechanizmusok vannak, hogy eszik meg. Most is vannak olyan élőlények, amiknek olyan a emésztési mechanizmusa, hogy némi savat bocsát a másikra, és amikor az feloldódott, akkor felszívja. De így is lehet kajálni. Így némi energiához jutnak, ami részben kémiai energia, ezek hőenergiát használják fel az óceán fenekén. Az új találmány a fotoszintézis volt. A napnak a sugárzása, mint kívülről jövő energia, bizonyos molekulákban létrehozhat elektron átrendezést. Ugye ma a klorofil molekula az alkalmas, ami a nap sugárzásának a vörös tartományára rezonáns. Molekulában van egy olyan elektronpálya, hogy berezeg a megfelelő sugárzása, ezzel megindul egy bonyolult kémiai ciklus, ilyen átalakítási rendszer. Annak idején nyilván egyszerűbb volt, már ez is finomodott. Lényegében szervetlen anyagokból végül is cukrokat hoz létre. Ma az egész földi életnek ez az alapmechanizmusa, mármint a felszíni földi életnek, azok a föld alatti kőzetben élő baktériumok, azok nem így működnek, azok helyi kémiai energiákkal működnek. Ennek a folyamatnak a mellékterméke az oxigén. Atomos, a molekuláris oxigén szabadul ki. Nem, mert azt gondolja, hogy ez nem túlságosan sok. Annak idején a földi légkör hasonlított a többi bolygónak a légköréhez, tehát főleg széndioxidból állt némi metán, meg egyéb ilyen franc volt benne nitrogén, redukáló jellegű légkör volt. Annak idején például egy vasdarab vidáman heverhetett a föld felszínén, valaki tetett el, nem oxidálódott, mert nem volt oxigén. Most egy vasdarab pillanatok alatt elrosdál, külön védeni kell mindenféle anyagokkal, hogy a légkör ne bántsa. Annak idején a légkör nem bántotta. Úgy, mint most, hogy az aranyszemcsék azok fémesen megmaradnak a felszínen, annak idején a sokkal reakcióképesebb fémek is így maradtak. Az ember azt gondolja, hogy hát néhány baktérium mit számít, hát kijön belőlük néhány molekula oxigén. Ezek a baktériumok ugyanazt a hibát követték el, mint mi most. Hát termelünk egy kis széndioxidot, Istenem, hát most úgy is van, és mi az a pár gram széndioxid, amit én itt a cigarettámmal pöfékelek, vagy valami hasonló. Sok kicsi sokra megy. Lehet követni a kőzeteknek a átalakulásaiban. Ugye geokémiai változásokat okoztak ezek a baktériumok.
Mert például a kőzetek is másképp viselkednek egy oxidáló légkörben, mint redukáló légkörben. Különböző koroknak a kőzetében lehet fokozatosan követni, hogy viszonylag gyorsan a földi légkör redukálóból oxigénálóvá vált. Az oxigén felszabadult a légkörben, megváltoztatta a környezetet. Most az oxigén az súlyos méreg, az élőlények legnagyobb ellensége. Azoknak a kémiai reakciók, ciklusoknak, amikről eddig szó volt, amik spontán kialakultak és az élőlényekben működnek, ezeknek a reakcióknak az oxigén mérge. Ha bekapcsolódiknak az oxigén molekulák ezekbe a folyamatokban, széttörik a reakció. Olyan, mintha egyszer leöntenénk a savval azt az élőlényt, hát nem tesz neki jót. Az oxigén így viselkedik. Számítások szerint az akkori élőlények 97%-a kipusztult. Egyszerűen megfulladt a saját oxigén szennyezésében. Pontosabban annak a néhány pofátlan baktériumnak, aki oxigén termelt, annak a szennyezésében az összes elpusztult. Kész szerencse, hogy maradt valaki életben. Mert lehet, hogy más bolygókon is megtörténik. Találunk, mit látna az ember, akkor azt gondoljuk, akkor van egy oxigénes bolygó, és nincs rajta élet. Nem egészen, mert később aztán a természet visszaverni a dolgot, és az oxigént lekötni kőzetekben. A földi oxigént azóta is folyamatosan termelik az élőlények, hogyha most kipusztulna az élet, akkor néhány 10 millió év alatt megint eltűnne az oxigén a légkörből. Tehát ezt pótolják a mostani élőlények. No, megtörtént ez a nagy pusztítás, hát mi történt a maradék élőlényekkel? Egy részük elbújt. Vagy már eleve olyan helyen élt, ahol nem ért el a légkör. Tehát például a kőzetek mélyén élők, vagy most is vannak a kőalajban laknak olyan baktériumok, jó mélyen a föld alatt, aminek semmi köze a felszíni levegőhöz. Ezek, ha légkör levegőhöz érnek, akkor elpusztulnak. Ezek nem bírják az oxigént, mint minden tisztességes élőlény, az oxigén az méreg. Ők ott laknak, ahol ilyen méreg nincs. És speciális egysejtek alkalmazkodnak az oxigénhez. Az azt jelenti, hogy durván szóval, olyan, mintha védőruhát viselne, szétválasztja az oxigénes kémiai folyamatokat a nem oxigénesektől, tehát mondjuk karanténbe viszi, ugye mindenki látott ilyen palackokat, hogy ne nyiss ki, vigyázz rá, stb., csak főnöki engedéllyel, szóval valami ilyen módon címkézik, külön becsomagolják, másfajta molekulákkal veszik külön, bizonyos helyeken háromszor visszakérdés, idő biztos akarod, stb. Nyom meg még egyszer az okét, akkor utána megtörténik a megfelelő kémiai reakciók. Valahogy így van az oxigén a sejtekben kezelve. Az egyik még pofátlanabb egysejtő azt is megpróbálta, hogy az oxigént kihasználja energiaforrásnak. Tehát az oxigénnek, mint a környezethez képest nagyon affin és nagyon agresszív anyagnak a hatására, ő bizonyos szerves anyagokat másokká alakított, és abban energiát tárol. Ez tényleg olyan, mint az akkumulátor. Agresszív külső energiával feltölti és elteszi magának az akkumulátorba, aztán később, ha kell másfajta reakciókhoz, akkor meg tudja csapolni. Ez az univerzális sejt akkumulátor molekula, ez az ATP, vagy adenozin trifoszfát, adenozin difoszfátból trifoszfát alakítja, ezért kell például a foszfor, ugye ebben szereplő molekula, enélkül nem működne jelenleg az élet, az ATP-ben energiát tud termelni, vagy tárolni, aztán később felhasználja. És akkor elérkeztünk ahhoz a fázishoz, amikor tovább lépett az élet erről a korábbi szintről. Tessék, itt van egy akkori egysejtő, és éhes, és most a környezetből már kizapálták. Már nem az ősleves, hanem már valamilyen nagyon-nagyon híglöcs, viszonylag kevés szerves molekula van. Ugyanakkor éldegél benne ez a kétféle élőlény. Az egyik az, amelyik a fény hatására fotoszintetizál és oxigént termel, a másik meg a környezetből felveszi az oxigént, és ATP formájában tárolja, és felhasználja. Mind a kettő önálló, független egysejtű. Most ez legegyszerűbb lenne ezeket megenni, de hát az egyszerű. Most jól lakom, aztán később mi van. Valamilyen ravasz mechanizmussal megegyeztek ezek, bekebelezte, de nem emésztette meg
őket, hanem ott a belsejében ezek tovább élhetnek. Ez az úgynevezett endoszimbiózis, tehát együttélés, de úgy, hogy az egyik a másiknak a hasában lakik. Nyilván ez többszöri tragikus incidensek után történt meg, szóval sokszor megette, és akkor később aztán is ilyen halt. Amikor kialakult véletlenül egy ilyen együttműködés, akkor nagyon kellemesett a dolog, mert ennek a nagyobb élőnynek a belsejében ott van ez a kisebbi körülvéve egy ilyen saját hártyával. Külső fény hatására egyrészt cukrokat termel, ez pedig abból tovább tud építkezni a saját kémiai mechanizmusával. Az itt felszabaduló oxigént viszont a másik bekebelezett objektum a sejt akkumulátorban, az ATP-ben tárolja, és azt az ATP-ből később elő lehet venni az energiát, és más kémiai reakcióhoz, vagy mozgáshoz, meg egyébként fel lehet használni. Így alakult ki az olyan eukarióta sejt, tehát azokat a prokarióta sima sejtek. Eukarióta sejt belsejében, amikor egy sejtszervecskék, ezek külső önálló élőlények voltak, és ezek így beköltöztek a sejtek belsejébe. ATP az mindegyikben van. Vannak olyanok, amikben kloroplaszt, tehát fotoszintetizáló valami nincs, hát mi is ilyenek vagyunk, pedig milyen egyszerűen kifeküdni az étterem teraszára, és akkor fotoszintetizálni, fizetni se kéne érte. Ezek az objektumok, ezek a belső kis atomerőművek, ezek az olyan mitokondriumok. Tényleg ez minden sejtnek a saját energetikai berendezése. Csomó van, de több száz, több ezer van egy sejten belül ilyen mitokondriumból. Onnan lehet egyebek között tudni, hogy ezek valamikor önálló élőlények voltak, hogy saját DNS-ük van. Tehát ők önmaguk szaporodnak, és az az érdekes, hogy a mitokondriumoknak a DNS-ében használt genetikai kód, ez az, amit az előbb mondtam, hogy egy kicsit különbözik az általános genetikai kódtól. Tehát amikor ugye ez a bizonyos monopóliummá vált, tehát egyfajta genetikai kód elterjedt az egész élővilágban, akkor még megmaradtak a korábbiaknak a töredékei, tehát bizonyos élőlények egy kicsit más nyelvet beszéltek, azok később kipusztultak. De azok egyike másika volt az a bizonyos ősejtsejtő, ami beköltözött a másik sejt belsejébe, és vitte magával a saját genetikai apparátusát. És most is ott van bennünk, és szaporodnak a mitokondriumok külön, de amikor a mi sejtünk elkezd osztódni, akkor mellékesen szól a saját mitokondriumjának, és azok is ott osztódnak, és utána azok szétvándorolnak a két sejt félbe, és amikor ketté válnak, akkor mindenkinek jut mitokondrium, és annak megvan a saját kicsit más tájszólása. A külvilágban már nem élnek ezen az eredeti tájszóláson beszélő sejtek, azok már kipusztultak, de ilyen módon, az előbb mondtam, hogy megfelelő helyre elbújva túléltek ezek a monopóliumon kívül, amik hát teljesen rossz módon a másik sejt belsejében éltek túl. És itt vannak most is bennünk. Az az izgalmas, hogy ezek ugye kicsik, de azért bizonyos dolgokhoz képest túl nagyok, például nagyobbak, mint egy spermium, ezért csak az anyai vonalon szaporodnak, vagy terjednek tovább, hiszen a hímivar sejtek nem tudják magukkal vinni se a kloroplasztot, se a mitokondriumokat. A állati mitokondriumok nem kerülnek be a hímivar sejtbe, ezért mindenkinek a mitokondriuma csak a mamájától, meg annak a mamájától származik. Ezért mostanában, amikor vizsgálgatják azt, hogy terjedt az emberiség a Földön, és kinek ki volt az ős anyja, akkor külön anyai vonalat lehet követni csak a mitokondriumok vizsgálatával. Van egy nagyon érdekes könyv, hogy Éva hét lánya, abban az egész európai népességnek a részletes vonalát a mitokondriumok segítségével kiokoskodták, aztán később most már nem csak az európai, hanem az egész Földön a különböző népek származási vonalát ennek alapján lehet követni. Azóta kidolgoztak egy másik módszert, ami viszont csak a hím vonalon terjed, az meg az Y-kromoszában való, és akkor így az ősi házasságtöréseket, egyebeket is lehet követni, hogy a nők innen származtak, férfiak onnan, és hogy keveredtek annak idején. Na mindesetre ez volt a következő lépés, amikor létrejöttek ezek a eukariota sejtek, amik már ilyen bonyolultabb belső szervekkel rendelkeznek. Persze nem kétféle sejtszervecske van, hanem nagyon sokféle, amik valószínűleg hasonló módon kerültek be. De
Az egészet, ha valaki kevésbé játékos módon, hanem részletesen akarja követni, akkor tudom ajánlani Szatmári Őrsnek a könyvét, az Evolúció nagy lépései címmel. Azt mondtam, 10 nagy lépést ír le. Ez volt az egyik például, amikor beköltöztek ezek a sejtszervecskék, és létrejött az eukarióta sejt. A következő lépés, aminek a részleteiről viszonylag keveset tudunk, de ott abban a könyvben erről is szó van, az, amikor már több sejtnek az egyébként létrejöttek a szövet. Eleinte csak ideiglenes együttműködésként, most is vannak olyan élőlények, amik sejtek összeállásából állnak, azok külön-külön is működőképesek, időnként szétúsznak, amikor összevesznek, aztán néha összeállnak, és akkor úgy viselkednek, mint egy nagyobb élőlény, meg ilyen szivacsszerű objektumok. Tehát, vagy például, hogyha átpréseljük őket szitán, akkor szétúszkálnak, aztán összeállnak, és megérlesz belőlük egy szivacs. Később viszont már, amikor olyan munkamegosztás lett, hogy például ennek a nagyobb objektumnak a belsejében levő sejtek, azok másfajta környezetben találták magukat, hát maga sejt környezet hozza létre azt a belső kémiai hőmérséket és a többi viszonyrendszert, a külső az pedig a környezettel van kapcsolatban, és a többi, akkor ezek már másféleképpen fognak reagálni, később már alakilag is differenciálódtak, bőrsejtek, stb. Csontsal, többik lehetnek belőle. Tehát létrejöttek a szövetek, végül a több sejtők. Ez viszonylag kevésbé ismert része az evolúciónak, de viszonylag gyorsan megtörtént. Arról már beszéltem, hogy a Föld történetének nagyon hosszú részében csak a prokarióta egysejtők voltak. Körülbelül 1 milliárd évvel ezelőtt indult meg ez a lépés, és onnantól kezdve viszont rohamosan és nagyon gyorsan megindult tovább a fejlődés. A következő lépés az pedig a szexnek, tehát hogy még egysejtű szinten működő szexnek a feltalálása volt, ami mit is jelent? A genetikai anyagnak a kombinálását. A genetikai anyagot ugye úgy képzelhetjük el, mint hogy ilyen hosszú magnusz szalagra föl vannak írva az információk. Eddig csak olyan változások voltak, amit a külső mutációk okoztak, tehát bizonyos helyen bele kapartak a véletlenek ebbe a kódba, aztán vagy működik, vagy nem. Konkurenciába bocsátjuk, természet azt mondja, nem, ez neked nem tetszik, az élőlény megdögli, amelyiknek éppen sikeres volt a mutációja, az meg tovább szaporítja információt. A genetikai anyag kombinálása viszont lehetővé teszi azt, hogy különböző részekre tördeljük ezt az információt, és az egyik élőlényből származó A részt a másiknak a B részével kombináljuk, és viszont, tehát különböző módon keverjük össze a részinformációkat. És ezzel hirtelen ugyanabból tehát két élőlénynek az eredeti genetikai anyagából nagyon sokféle kombinációt lehet létrehozni. Az utódok azok mind különböznek, mert másképp keverték meg az információkat, és ezek aztán nagyon sokféleképpen tudnak reagálni a következő különböző környezetekre. Ez rettenetesen meggyorsítja a szelekciót, mert hirtelen nagyon sokféle egyed jelenik meg, és az evolúciónak, a szelekciónak sok mindenből van lehetősége válogatni. Tehát ez az ötlet, hogy már egy sejtek szintjén megjelenik, tehát hogy a DNS egy-egy részét kicserélik, később aztán a bonyolultabb sejtekben a kromoszómákra való töredezés a genetikai anyagnak ezt segíti elő, hogy egy-egy kromoszóma egyik anyasejtből vagy apasejtből jön, és ezek még további bonyodalmakat is, helyi cseréket, meg egyebeket is még tartalmaznak. Ezzel nagyon sokféle nagy változatosság jön létre, sok lehetőség, és sokkal gyorsabb lesz az evolúció. Ezzel gyorsult fel az utóbbi 500 milliárd évben az evolúció. Mindaz, amit az ember a őslényekről, filmekben, egyebekben lát, amiről kövületek maradtak, az mind az utolsó 500 milliárd év. A Föld történetének utolsó 1/9-e. Tehát, hogyha azt mondják, hogy az ilyen ősállat, olyan ősállat, és akkor utána aztán később, a legrégebbi, amiről ténylegesen milyen állatszerű maradványok vannak, amire azt mondjuk, hogy az ős-ős-őskor, az csak 500 milliárd éve volt. Tehát nem olyan régen. A Föld történetek nagy részében, lényegében nincs maradvány, csak ilyen vitatott, hogy ilyen egysejtőek nyomai, meg egyebek, amikor hirtelen, úgynevezett kambriumi robbanásnál megjelent egy csomó fajta élőlény, lényegében az összes ma lévő törzsnek az ősei megjelentek, ez 500 milliárd éve volt, és onnantól kezdve viharos gyorsasággal ment a fejlődés. Ez lényegében azon múlik, hogy az élet feltalálta a szexet, tehát a cserebedélyét a genetikai anyagnak, és ezzel nagyságrendekkel meggyorsította az evolúciót.
És hát ugye közben megtörtént ez a bizonyos nagy környezetszennyezés, és annak egyik eredményeként ugye a légkörbe kikerült az oxigén, megváltozott a föld geokémiája, de a légkör kémiája is, és a légkör bizonyos magasságában létrejött az ózonpa. És hát mi most éppen dolgozunk azon, hogy megszüntessük, de annak idején bizonyos magasságban a O3 molekulák jelentek meg a ultraibolyas sugárzás hatására. Tehát a fölkerülő oxigént bontja az ultraibolyas sugárzás, és létrejön az ózon. De az ózon viszont elnyeli az ultraibolyas sugárzást, mégpedig a durvábbik mezőn, és ezért az nem érkezik le a felszínre. Nagyon megváltoztak a felszíni viszonyok. Mindaz, amiről eddig beszéltem, ez a tengerben zajlott, lehetőleg a kőzetekben. Ha a felszínre kikerült volna valamilyen élőlény, akkor azt a erős és durva ultraibolyás sugárzás, ami kívülről érkezik, az egyszer elpusztította volna. Az első környezetszennyezés az oxigénnek a létrejötte, az mellékesen létrehozott egy ózonpajzsot, ami megvédte a felszínt, és ezek után most már megvolt a technikai lehetőség arra, hogy valamit, ha elég ügyes, akkor túlélje a felszíni életet. Nem volt triviális, hiszen az élőlények azok lögyből jöttek, lögyben mennek, nem borba, hanem lögyből, és ha kikerül a felszínre, akkor pillanatokat kiszárad. Tehát hozni kell magával, mint egy védőruhában, ugye biztos láttak olyan szifit, ahol idegen halakkal, meg delfinekkel, meg egyebekkel találkoznak, és akkor azoknak a védőruhájában víz van. Kicsit nehéz úgy mozogni, de és hozták a löttyöt. Hát az élőlények, amikor kikerültek a felszínre, a legnagyobb ellenség a sugárzás kívül, amit most már megúsztak, azon kívül a kiszáradás. Hozni kell a vizet, a növények, állatok életének nagy része azzal függ össze, hogy hogy szerezzenek vizet, tehát hogy tartsák meg a vizet, és ne száradjanak ki. Nem triviális, ugye a belső összetételünk az most is az őstengernek a só összetételét tükrözi, tehát itt bennünk olyan anyag van, ami mi vagyunk az a szkafander, hozzuk magunkkal az őstengernek az összetételét. Mindenesetre, mivel hogy most már nem volt külső UV-sugárzás, most már kijöhettek először bizonyos típusú növények a felszínre, aztán kétértők, rovarok, stb. Egyszerre különböző állat törzseknek az egyedei kezdték különböző ravasz módon meghódítani a szárazföldeket. Ez nagyon gyorsan történt. Tehát ahhoz képest, hogy annyi ideig ácsorgott az evolúció, hirtelen megérkezett a felszínre, akkor itt ezt villámgyorsan benépesítette. És természetesen közben további katasztrófák történtek, tehát például mágneses pólus átfordulások, ugye erről már volt szó, és akkor megszűnik a magnetoszféra, és a kozmikus sugárzás lecsap a felszínre, és megint elpusztítja a lényeket. Voltak üstökös becsapódások, meg ilyenek. Ezért az elmélet, hogy a fajoknak a száma az valahogy így változik, egy szaggatott vagy punktait evolúcióval, azt jelenti, hogy beáll valamilyen egyensúly, hogy benépesítik a zónákat az élőlények, minden funkcióra van valami, minden sarokban a megfelelő növényevő, meg a ragadozója, és így tovább. Aztán hirtelen jön valami katasztrófa. Ez kipusztít egy csomó lényt, és amelyik megmarad, akkor azok betöltik a zugokat. Másrészt a legtöbb ilyen katasztrófa az mutációkeltő. Tehát például egy ilyen mágneses pólus átfordulás egyrészt elpusztít egy csomó élőlényt, másrészt a megérkező sok sugárzás az sok mutációt vált ki. Annak a nagy része káros, akinek pehje van, megdöglik. Viszont egy csomó szerencsés mutáció is megtörténik, és akkor az új tulajdonságokkal rendelkező élőlények hirtelen új zugokat tudnak benépesíteni, és akkor elszaporodnak. Tehát vannak olyan korszakok, amikor hirtelen megnő a fajoknak a száma, és akkor megint beáll megfelelő egyensúlyra. Tehát valami ilyen módon változott a evolúció, tehát nem egyenletesen, nem úgy, hogy 5 naponként létrejön egy új faj, vagy valami hasonló, nem egyenletes változás van, hanem ilyen típusú, és ez valószínűleg kozmikus méretű katasztrófáknak a következménye. Van még egy nagy kérdés, ami mostanában sokat vitatkoznak, sőt, nem csak mostanában, most már több mint 100 éve, a biológusok, hogy mi az, ami az evolúció szónak az anyaga, mi az, ami alanya, mi az, ami evolvál. Először úgy gondolták, hogy az egyedek. Tehát, hogy a zsiráf nyújtja a nyakát, akkor ő jobb zsiráf lesz. És akkor ő neki
derekasabb utódai vannak, és azok meg még jobb zsiráfok lesznek. Darwin, ott úgy gondolták, hogy a faj, tehát egy-egy faj verseng más fajokkal, és ezek evolválnak. Na most pontosabban, hogy is kell, hogy az egyed, vagy a fajnak egy csoportja, egy adott helyen levő populáció? Biztos sokan olvasták Dawkinsnek az Önző gén című könyvét, de azt állítja, hogy a gének, tehát az örökítő anyagnak kisebb egységei, amik úgy önmagukban egy-egy információt hordoznak, ezek evolválnak. Lényegében egy élőlény az a génjeinek a hordozója, ő azért van, hogy továbbadja a génjeit. És ezt szokták úgy fogalmazni, hogy a tyúk az a tojás vállalkozása újabb létrehozására. A tojás értek, az abban levő genetikai információ a lényeg. A tyúk csak egy projekt arra, hogy újabb tojások jöjjenek létre. Vagy úgy is szokták mondani, hogy túlélőképek vagyunk, akik hordozzuk a génjeinket. És ezzel nagyon sok mindent meg lehet magyarázni. Tehát például az altruizmus, tehát hogy egyes élőlények hajlandók feláldozni magukat másokért, például testvérükért, mert nyilván nem működik bennük a komputer, ami kiszámítja, hogy ez most milyen fokon rokonom nekem, és hány utóda lesz akkor, és azok a utódok milyen százalékban hordozzák az én génjeimet, és hogyha én most feláldozom magam és megmentem azt, akkor az én génjeim mégis nagyobb ütemben szaporodnak el, mint hogyha hagynám azt megdögleni, és én próbálkoznék újabb nőt keresni, és a többi. Szóval nyilván nem működik ez a számítógép, hanem ez is az evolúciós termék. Azok a fajok, amelyekben kialakul az ilyen magatartás, azok az egyedek, amelyekben kialakul, azok sikeresebben szaporítják el a génjeiket. Tehát ezzel sok mindent meg lehet magyarázni. Ugyanakkor fölmerült az ötlet, hogy maga az egész bioszféra, az egész földet beborító bioréteg az a evolúciónak az alanya. És ez olyan Gaia elmélet, tehát hogy a föld egésze, a föld istennőnek, a Gaiának a nevéről van elnevezve, tehát ez minthogyha ha ő maga egy ilyen szuper élőlényként működne, és egészében fenntartaná magát, és evolválna. Ennek részben csillagászati indokai vannak ennek az elméletnek. Amúgy jól hangzik, de hát hogy meg kéne indokolni. Kiszámolták azt, hogy a különböző bolygóknak a légköre, sugárzás egyensúly az hogy stabil, hogy nem stabil. Tehát ugye leteszünk a naptól bizonyos távolságra egy bolygót, adott légkörrel, érkezik rá a sugárzás, valamennyi kimegy, valamennyi bemegy, mennyi az egyensúly hőmérséklet, ezt ki lehet számítani. Mi van, hogy egy kicsit megváltozik a helyzet? Fölmelegszik, visszatér az egyensúly helyzetbe, vagy nem tényleg, hőmérséklet, nyomás diagramunkat lehet rajzolni. Nagyon sematikusan rajzolom, ez olyan, mint a fizika számos más helyén. Van két egyensúlyi pont, meg van egy instabil egyensúlyi pont is. A stabil egyensúlyi pontok olyanok, hogy ha kimozdítjuk, akkor visszamegy oda a rendszer. Az instabilban viszont, ha kimozdítom, akkor elmászik, olyan, mint a hegyre állított ceruza. És az egyik stabil egyensúlyzet nagy nyomásnak, nagy hőmérsékletnek felel meg, és ezt lényegében megvalósítja a Vénusz. Ugye 500 fok, 500 Celsius a felszíni hőmérséklet, pár száz atmoszféra, szóval nem jó ott lenni. A másik pedig a Mars. Hideg, viszonylag ritka a légkör, hideg, kis nyomás. Ezek a helyzetek, ezek stabilak planetológiára. Tehát, hogy ettől az rendszer eltér, akkor visszamászik. És van egy olyan, hogy közepes hőmérséklet, közepes nyomás és instabil. Ez a Föld. Ha egyszer letennénk egy ilyen bolygót, mint a Föld, élőlények nélkül letennénk ide a nap környékére, akkor egy kis hőmérséklet ingadozás, például a nap sugárzásának egy pár ezreléknyi változása elmozdítaná ebből, és elmászna, és bemenne valamelyik stabil egyensúlyi pontba. Ez tipikus a fizikában, tehát az instabil pontból elmászik a rendszer, és bemegy a környéken levő stabil egyensúlyi pontokba. A Föld viszont évmilliárdok óta ebben a pontban van. Stabilan. Pontosan nem stabilan, de ott van. Ez olyan, mint egy ilyen bicikliző, egykéréken egyensúlyozó valami. Hát magától a ceruza nem áll meg. De ha egyén ott áll az artista, és folyamatosan illegeti-billegeti magát, akkor meg tudja tartani magát, akár órákig, azt hiszem 28 óra a rekord egy ilyen biciklis egyensúlyozásban. Visszacsatolás van. Ha kitérek, akkor ellenkezőleg dőlök, tekerem a kereket, stb. Pedált, és így meg lehet az egyensúlyi helyzetben tartani a rendszert.
Lovelocknak az a hipotézise, hogy ki az, aki ezt az egyensúlyt megtartja, maga az élet. A Föld maga, mint geológiai objektum nem maradna ebben a helyzetben, de van rajta élőlény. Az egész bioszféra, nem egy-egy élőlény, az egész bioszféra csinálja azt a negatív visszacsatolást, ami megtartja ebben a helyzetben. Erre van egy nagyon egyszerű modell, a Százszor szépek bolygója című. Angolul nagyon szépen hangzik, ami női névnek fel, meg a Százszor szép, tehát úgy még szebb. Képzeljünk el egy olyan bolygót, amin egyfajta élőlény van, egy kis virág, mégpedig két verzióban, egy sötét, meg egy világos verzióban. A sötétek azok a hideget szeretik, a fehérek meg a meleget kedvelik. Most mondjuk hideg van a bolygón, akkor elszaporodnak a sötét növények. A sötét növények azok elnyelik a sugárzást, és ezzel fölmelegednek. Utána kisugárzak persze, akkor légkör fölmelegszik. Az egész bolygó elkezd fölmelegedni. Amikor fölmelegszik a bolygó, akkor viszont elszaporodnak a fehér virágok, mert ők szeretik a meleget. A fehér virágok viszont visszaverik a sugárzás nagy részét, és akkor a bolygó elkezd hűlni. Ez egy olyan, mint a termosztát. Egyensúlyban tartja a rendszert, egy negatív visszacsatolást stabilizál. Ha megnézzük, akkor hogy változik az időben a hőmérséklet, egy periódusokon ingadozik egyensúlyi helyzet körül. És ha megnézzük közben, hogy hogy változik az egyes fajtáknak az egyedszáma, hát akkor, amikor meleg van, akkor nyilván a melegkedvelők szaporodnak el, és a másikból van kevesebb, és így cserélnek, hol az egyikből van több, hol a másikból, és így beáll az egyensúly. Hú, hát milyen marha jó. Egy ilyen élőlény fajtával meg lehet magyarázni, hogy hogy lehet globálisan egy ilyen geológiai objektumot, egy komplett bolygót bent tartani egy adott egyensúlyi pontban, pontosan a körüli kis ingadozásokkal vezérelni. Nem csak az ember forgatja a kereket, ha nem túl nagyokat ingadozik, akkor nem megy se a jobb oldal, se a bal oldali árakba, és rajta tartja az úton, és remélhetőleg nem jön szembe senki. Na most ez egy szükségszerűen. Tessék elképzelni, hogyha véletlenszerűen úgy alakult volna ki, ugye, hiszen ezeket a tulajdonságokat mutációk korábban. Ha véletlenszerűen a sötétek lennének a melegkedvelők, akkor mi történt volna? Akkor, amikor túl sokan sötét valami, akkor elnyeli a sugárzást, akkor még melegebb lesz a bolygó, akkor megint elszaporodnak a sötétek, hiszen azok szeretik. Akkor még melegebb lesz a bolygó, mi történik? Elszáll az egyik irányba, olyan meleg lesz, hogy végül megfognak, mint el fognak pusztulni. És amikor hideg van, akkor elszaporodnak a fehérek, akkor még jobban visszaverik a sugárzást. Annyira kimegy a rendszer az egyensúlyból, hogy megfagy az egész. Eljutnánk a Vénusz, illetve a Marsnak megfelelő egyensúlyi pontokba. Jó? Hát akkor mi van? Hát olyan növényeket tessék elszaporítani ezen a bolygón, hogyha mi vagyunk azok a terraformálók, akik át akarjuk alakítani ezt a bolygót, amelyek ilyen viszonyban vannak a hideg, vagy a színük és a kedvelésük, és nem fordítva, mert a fordított az instabillá teszi a rendszert. Mit jelent ez? Hogy bizonyos bolygókon, amiken éppen így áll be az élet, azok stabilak lesznek, másikon meg úgy áll be az élet véletlenszer, azok meg instabilak. Ez azt jelenti, hogy akkor most van egy verseny a bolygók között, tehát egy ilyen makrob, vagy hogy kell mondani, planetáris evolúció, hogy egy-egy bolygónak a bioszférája verseng a másik bolygóéval, és akkor az egyik az véletlenszerűen jobban kódolódott, és akkor az életben marad. Tehát ilyen, hogy mondjam, naprendszeri vagy bolygóközi szinten megismétlődik az evolúciónak a kalandja. Ez nem stimmel. Ugyanis az evolúció az kellett, hogy ezek a lények, amik a véletlenszerű mutációnak vannak ítéve, ezek egymással versengenek közös forrásokért. Két bolygónak a bioszférája az nem verseng egymással. Tehát nem gyűjtik egymás elől a napfényt, vagy mit tudom én, mi a csodát. Szóval ezek nem versenytársak. Tehát nem az a helyzet, hogy ők versenyezni fognak. Az ember azt gondolná, hogy ez a kód, hogy vannak ezek a százszor szépek backgroundhoz, vagy melyik szereti a hideget, melyik szereti a meleget, ezt felel meg egy ilyen véletlenszerű mutációnak, valahogy kialakult egy ilyen információ inputként, aztán utána ebből meg lesz, hogy most stabil vagy nem stabil. De ezek nincsenek kitéve az evolúciónak, nincsenek kitéve a versenynek ezek az információk. Tehát a két különböző bolygók azok egymástól függetlenek. Tehát nincs kölcsönhatás a különböző bolygók között, nincs verseny, és nincs bolygóközi elszaporodás. Tehát akik jól jártak és stabilizáltak a bolygóikat, azok nem kapnak jutalmú még egy bolygót, hogy ott is elszaporodjanak ezek a százszor szépek. Tehát nem ez a helyzet, nem ez a teológikus
dolog. Hanem ezt egy kicsit másképp kell felfogni. A dolog igaz, csak nem lesz belőle kozmikus verseny. Ha túl egyszerű a bioszféra, nagyon kevés motivum van, például egyfajta élőlény van, és az egyfajtának véletlenszerűen ilyen vagy olyan a hidegtűrő, melegtűrő képessége, akkor ez véletlennek van kitéve. Ha egy kicsit változnak a körülmények, ez nagy valószínűséggel ki fog halni. Mi kell? Egy elég bonyolult bioszféra kell. Egy olyan bioszféra, amiben a sokféle élőlénynek a emlékezzünk vissza a genetikai sodródásra. Ott vannak azok a DNS darabok, amikben nincs információ beírva, de egymástól különböznek. Ott rejtőznek ki nem használt potenciális információk. Ha környezet változik, akkor egyszer csak előugrik valaki, akinek éppen az a képessége van meg, hogy ahhoz a körülményhez tud alkalmazkodni. Egy eléggé bonyolult és változatos bioszférában mindig van valaki. Ugye elég sok embernél megkérdem, hogy van-e valakinél most zseblámpa és biztos tű. Itt most nem valószínű. Tapasztalat az, hogy van, jó. Egy 200 fős golyatáborban mindig van legalább egy ember, akinél ez a két dolog együtt jelen van. Tehát, hogy kell mondani, elég sok ember között már minden hülyeségre lehet valamit találni. Ugyanez bioszférában is, tehát hogyha nagyon sok különböző fajta kihívás éri a rendszert, ha eléggé bonyolult és eléggé változatos, akkor mindig van valaki, aki túlél és tud ahhoz alkalmazkodni. Tehát ilyen értelemben akkor egy eléggé változatos bioszférában ott lapul az a gén, ott lapul az a fajta élőlény. Nem csak ez az egyfajta százszor szép lény, hanem ott él milliónyi lény. És hogyha éppen ilyen típusú körülmények vannak, akkor az a fajta lény szaporodik el, amelyik ezt a körülményt meg tudja lovagolni. Ilyen értelemben kell ezt a modellt felfogni. Tehát a legfontosabb dolog ez a biodiverzitás, amit a földi élet létrehozott. És aminek a megszüntetésén mi most már néhány száz éve egyre nagyobb ütemben dolgozunk, és valószínűleg még az önök életében sikerülni fog teljesen egy élőlényfajtára redukálni, aztán utána nullára ezt a biodiverzitást. Adja Isten, hogy ne így legyen. Mindesetre aztán másodpercenként két faj szokott elpusztulni, most valahogy itt tartunk. Ha a bioszférának a változatosságát leredukáljuk, akkor védtelen lesz. Akkor kisebb változások is már nagy kihalást indukálhatnak, hiszen egyszerűen nincs sehol az a genetikai tartalék, amivel alkalmazkodni tudna egy-egy faj, illetve az egész bioszféra a környezethez. Fölmerültek ilyen további gajára vonatkozó ötletek, ami már nehezebben bírunk elképzelni, mint ezt a százszor szépet. Például az, hogy az óceán sótartalma állandó. A folyók állandóan hordják a kőzeteket az óceánba, és a kőzetekből oldódik ki mindenféle sóanyag. A számítások azt mutatják, hogy hát az óceán sótartalmának folyamatosan nőni kéne. Viszont vannak ellenfolyamatok is, csak azt nehéz elképzelni. Például a Perzsa-öböl az ugye egy olyan öblöcske, amellett, hogy háborúznak, amellett az folyamatosan fűződik le. Előbb-utóbb az történik, hogy ott, ahol az öbölnek a vége van, ott nagyon nagy túlzás zátony lesz, és az egészből egy zárt tó lesz, és az a zárt tó az egy idő után kiszárad. Ilyenek többször történtek, vagy sokszor történtek a földtörténet során. Mi marad? Elpárolog a víz, ott marad egy hatalmas sótömb. Ilyeneket lehet például Erdélybe bányászni, és az ember ott járt a sóbányákban, azok ilyen típusú lefűződésének a maradványai. A számítások azt mutatják, hogy olyan ütemben fűződnek le ezek az öblök, és vonják ki a sót az óceánból, hogy a szárazföldi folyóknak a beszállítása és ez a lefűződés az egyensúlyban van, és ezért 4 milliárd éve körülbelül ugyanolyan az óceán sótartalma. Ez döbbenetes, csak nem bírjuk elképzelni, hogy ki szervezi. Vannak olyan ötletek, hogy ezt is az élőlények szervezik, tehát mondjuk ott egy ilyen öböl előtt épül egy korallzáton, és azt fogja lezárni. Marha nehéz elképzelni azt a mechanizmust, ami ahhoz hasonlóan, ugye ezek a százszorszépek nem gondolkodtak azon, hogy most akkor melyik kell ahhoz, hogy a bolygó egyensúlyban maradjon, ők csak ugye éltek maguknak. Ezt nehéz elképzelni, hogy a koralloknak éppen ott és éppen olyan ütemben zajlik a szaporodása, hogy
milyen geológiai skálán bele tudjanak szólni a bolygó történetébe. Nehéz elképzelni, de tény, hogy valahogy így van, hogy ezt az élet csinálja, vagy nem az élet, vagy véletlen, vagy hogy a fenében van, ez nagy vita kérdés most is. A Lovelock-féle Gaia hipotézisben ez is mint érv szerepel az egész bioszférának, mint egységes, önfenntartó élőlénynek a létezése mellett. Nehéz elképzelni. Megint mi kéne? Hát kéne egy másik Gaiával találkozni, mit tudom én, hogy hívnák, de hogyha ha ott másik bolygón is valami hasonló jellegű globális szervezettséggel találkoznak, akkor az nagy érv lenne a mi bioszféránknak, mint egységnek a létezése és egységes működése mellett is. Tehát minden esetre mit kell csinálnunk? Hát ezt a szuper élőlényt jó lenne nem meggyilkolni, pedig ugye az emberiség legintenzívebben dolgozik ezen. Ha ez sikerül fenntartanunk, akkor az talán amellett lesz érv, hogy nem csak élet van a Földön, hanem értelem is, bár ezt sokan kértségbe vonják. Hát arról, hogy hol van a világ egyetemben értelem, arról majd legközelebb lesz szó. Köszönöm szépen a figyelmet!